Tudtam, hogy elkapom őket. Krákokta. Tudtam, hogy kicsinálom a szemétládákat. Elhallgatott, az arca színe kezdett elváltozni. Elzöldült. Lassan előrehajolt, lejtette a puskáját, mindkét kezével behajlott térdeire támaszkodott. Jobb lesz, ha most egy kicsit távolabb megy. Még kiokádja a belét, mondta olyas. Tíz. Tomsnid egy heverőn feküdt. A homloka köré a felesége egy nedves törülközőt csavart. Egy szőke kislány ült mellette, és fogta a kezét. A fiatalasszony, akinek haja vagy két árnyalattal sötétebb volt, mint a kislányi, az egyik sarokban ült, és nézte a férjét fáradt rajongással. Nagyon meleg volt, amikor beléptünk. Minden ablak csukva, minden redőny leeresztve. Ors kinyitott két ablakot az utca felüli fronton, odaült eléjük, s nézett kifelé, a szürke kocsi felé. A barna képű mexikói épp csuklójánál fogva a kormánykerékhez volt horgonyozva. Amit a kislányomról mondtak, szólalt meg Tom Snida törülköző alól, attól gőzöltem be. Azt mondták, ha nem segítek, visszajönnek és elkapják. Jól van, Tom mondta Ols. De kezdjük az elejéről. Szájába vett egy kurta szivart, bizonytalanul ránézett a háziasszonyra, aztán mégsem gyújtott rá. Én egy széken ültem, és bámultam az új, olcsó szőnyeget. Éppen egy képes lapot olvastam, vártam a kaját, meg készültem munkába, kezdte megfontoltan Tom Sneed. A kislányom nyitott ajtót. Bejöttek, fegyvert fogtak ránk, egybetereltek minket, és becsukták az ablakokat. Leengedtek minden redőnyt, kivéve egyet, a mexikói odaült, és nézegetett kifelé. Egész idő alatt nem szólt egy mukot sem. Az a mélák itt ült az ágyon, és kényszerített, hogy elmondjak neki mindent, mi történt az elmúlt éjszaka, e között az úr között megköztem. Kétszer is el kellett mondanom. Aztán azt mondta, felejtsem el, hogy találkoztam bárkivel is. Ohos bólintott. Hány óra tájban futott össze először ezzel az úrral itt? Kérdezte, és rám bökött. Nem figyeltem én arra, válaszolta Tom Snid. Úgy fél tizenkettő, háromnegyed tizenkettő lehetett. Egy óra tizenötkor jelentkeztem be a központnak, közvetlenül azután, hogy a karillonnál visszakaptam a taximat. Egy jó óránkba került, míg a partról beértünk a városba. A kocsmában negyed órát beszélgettünk, de lehet, hogy többet is. Akkor a visszaszámlálás szerint maga éjfél körül találkozott vele, mondta Ols. Tomsnid megrázta a fejét, a törülköző az arcára csúszott. Visszatolta a homlokára. Nem így volt, mondta, az eladó a boltban azt mondta, 12-kor bezár. Amikor elmentünk, még nem zárt. Ols felém fordította a fejét, s kifejezéstelen szemmel nézett rám. Visszanézett Tom Snidre. Mesélje el a többit is, amit erről a két gengszterről tud. A nagy darab azt mondta, hogy senki sem fog kérdezgetni a dologról. Ha mégis érdeklődik valaki, és én jól beszélek, egy kis dohányjal jönnek vissza. Ha rosszul beszélek, a kislányomért jönnek vissza. Folytassa, mondta Ols. Gazemberek tette hozzá. Aztán elmentek. Amikor láttam, hogy fölfelé hajtanak az utcán, elborult az agyam. A Renfrev Street zsákutca a túlsó része hivatalosan nem is létezik. Elvezet még vagy 6-800 métert a domb körül, aztán nincs tovább. Szóval erre kellett visszajönniük. Fogtam a 22-esemet, más fegyverem nincs is, és elbújtam a bokrok között. Másodszorra beletaláltam a gumijukba. Szerintem azt hitték, dur defektet kaptak. A következő lövésem nem talált, ebből aztán rájöttek, mi van. Előkapták a pisztolyaikat. Akkor eltaláltam a mexikóit, a mélák meglebukott a kocsi mögé. Ennyi volt az egész. Utána megjöttek maguk. Ors erős ujjait hajlítgatta, s gyászos ábrázattal rámosolygott a sarokban ülő kislányra. És kilakik a szomszéd házban. Egy grendéi nevű férfi, mozdonyvezető a helyi érdekűnél. Teljesen egyedül él. Most dolgozik. Én se gondoltam, hogy otthon van vigyorgott olyas. Felállt, odament a kislányhoz, megsimogatta a fejét. Le kell jönnie velünk, Tora, vallomást tenni. Természetesen. Tomsnit hangja fáradt volt, apatikus. Azt hiszem, kirúgnak, mert az éjjel bérbe adtam a taximat. Én nem vagyok ennyire biztos ebben, mondta Halkan Olas. Legalábbis akkor nem, ha olyan főnöke van, aki szereti, hogy olyan fiúk vezetik a taxiait, akiknek van vér a pucájukban. Megint megsimogatta a kislány fejét, majd az ajtóhoz ment, és kinyitotta. Oda bólintottam Tomsnidnek, aztán Ols nyomában én is kimentem. Kint Ols halkan megszólalt. Még nem tud a gyilkosságról. Nem kell kitálalni a gyerek előtt. Oda mentünk a szürke kocsihoz. A pincéből szereztünk néhány zsákot, azokkal terítettük le a néhai Andreust, a széleket kövekkel rögzítettük. Ohas odanézett. Villámgyorsan meg kell tudnom, merre van itt a közelben egy telefon, mondta elgondolkodva. Rátámaszkodott a kocsi ajtajára, és benézett a mexikóira. A mexikói hátrévetett fejjel, félig lehúnyt szemmel ült, barna arca elkínzottnak látszott. A bal csuklója a kormánykerékhez volt bilincselve. Mi a neved? Recsent rá, olyas. Luis Cadena felelte halkan a mexikói anélkül, hogy egy milliméternyivel is tágabbra nyitotta volna a szemét. Melyik őtök nyírta ki tegnap éjjel azt a tagot vest cimeromban? Nem érteni, Senor dorombolta a mexikói. Ne nézz hülyének, te szarházi, mondta Ols indulat nélkül. Még begurulok tőle. Bekönyökölt az ablakon, szájában körbeforgatta a kurta kis szivart. A mexikói ábrázata enyhén derűsnek, ugyanakkor nagyon fáradtnak is hatott. Jobb kezén már feketére alvadt a vér. Andrews nyírta ki a tagot egy taxiban West Cimeronnál, mondta olyas. Egy lány is volt a hapsival. A lányt elkaptuk. Nem tudott bizonyítani, hogy nem voltál benne. A mexikói félig nyitott szemében fénycsillant, de nyomban ki is hunyt. Elmosolyodott, megvillantak kis, fehér fogai. Mit csinált Andrews a fegyverrel? Kérdezte Olas. Nem érteni, Szenő. Kemény gyerek, mondta Olas. Halára rémülök, amikor ilyen kemények. Elsétált a kocsitól, lábával félrekotort egy kis odaszóródott földet a járdáról, a halottat takaró zsákok mellől. Cipője orra nyomán lassan láthatóvá lett a vállalkozó betonba foglalt névjegye. Orvos hangosan olvasta. Dor út és magasépítő társaság, Szán Angeló. Csoda lenne, ha ez a dagadt tető megmaradna a maga buliában morogta. Orvos mellett álltam, néztem lefelé a domboldalon a két ház között. Messze odalentről, a szürke tavat szegélyező úton haladó kocsik szélvédőjéről fénypászmák villantak fel. A gyilkosok tudtak a taxiról, kezdtem, a lány pedig bejutott a városba a szajréval. Szóval nem Könelsz csinálta. Könelsz nem az a fajta, aki hagyna bárkit is flengálni huszonkét lepedővel, ami az övé. A vörös hajú benne volt a gyilkosságban, és az előre ki volt tervelve. Ohas vigyorgott. Hát persze. Úgy volt kicsinálva, hogy magát lehessen vádolni vele. Szégyen folytattam, hogy egyeseknek egy körömfeketényit se számít egy ember élete, vagy huszonkét lepedő. Hargert az én fegyveremmel nyírták ki, hogy rám kenhessék, a dohányt pedig azért passzolták le hozzám, hogy még biztosabbra mehessenek. Talán azt hitték, hogy maga elhúzza a csíkot, morogta olyas. Újaim között végig egy cigarettát. Most mit csinálunk, Megvárjuk, amíg feljön a hold, vagy lesétálunk innen, és elhintünk még egy két kegyes hazugságot. Oh, sapók Andreus takarózsákok egyikére sercintett. Ez itt már nem a város, mondta mogorván. Kioszthatom az ügyet a solanúi őrszobának, és megmondhatom nekik, hogy egy ideig ne szellőztessék az ügyet. A taxis cigánykereket fog hányni örömében, ha nem kell beszélnie róla. Ezt a Mexikóit viszont szeretném személyesen bevinni a kalitkába. Ez a megoldás nekem is tetszik, mondtam. Gondolom, maga sem tudja az idők végezetéig titokban tartani a dolgot. De addig talán igen, amíg elmegyek, és meglátogatok egy dagat fiúcskát meg egy cicust. 11. Otthon a levélszekrényben egy levél várt. Amint módjában áll, hívja fel F. D. T. Aláírás nélkül. Még jó, hogy tudom, ki ez a borzasztóan titokzatos FD egy dagat macskabarát. Megittam azt a kispiát, ami még lötyögött a palack fenekén. Aztán lekapartam a képemet, átöltöztem, elővettem a telefonkönyvet és kikerestem Frank Dor számát. A telefonkönyv szerint egy szép régi házban lakott a Grémbia Park Crescenten töltöttem magamnak frissen bontott üvegből egy emberes adagot, felhigítottam egy jégkockával, aztán, kezem ügyében a telefonnal, letelepettem egy karosszékbe. Egy szobalányjal beszéltem először. Utána egy férfival, aki úgy ejtette a Frank Dor nevet, mintha esetleg a szó felrobbanhatna a szájában. Utána egy másik hang duruzsolt a fülembe, fölöttép sejmesen. Aztán sokáig várakoztam, végül megkaptam magát, Frankdort. Olyan volt a hangja, mintha örülne, hogy hallja az enyémet. Gondolkoztam egy kicsit a ma délelőtti beszélgetésünkön, mondta, és támadt egy jobb ötletem. Ugorjon fel hozzám. Látogasson meg. Magával hozhatná a pénzt is. Még van annyi ideje, hogy kivegye a bankból. Az éppen van, válaszoltam csak hatkor zárják a páncérekeszeket. De az nem a maga pénze. Vihogott. Ne legyen buta. Annak a pénznek minden egyes darabja meg van jelölve. Nem szívesen vádolnám magát azzal, hogy ellopta. Végig gondoltam, de nem hittem el, hogy a pénz meg van jelölve. Húztam egyet a poharamból, aztán azt mondtam. Hajlandó lennék visszaadni annak, akitől kaptam, persze a maga jelenlétében. Hát, mondta, már említettem, hogy az az illető nincs a városban. De majd utána nézek. Csak ezúttal semmi marháskodás. Mondtam neki, hogy természetesen szóba se jöhet semmi marháskodás. Aztán mentem. Fölhajtottam a vizsgáimet, és fölhívtam Fomballint a telegramnál. Azt mondta, úgy fest a dolog, hogy a serif embereinek fogalmuk sincs Lou Hargerról, vagy legalábbis nem érdekli őket. Egy kicsit meg volt sértve, hogy még mindig nem adtam engedélyt a sztori fölhasználására. Hallottam a hangján, hogy még nem jutottak a fülébe a szürketó környéki események. Hívtam olvasot, de nem tudtam elérni. Pancsoltam magamnak még egy pohárral, legurítottam a felét, aztán éreztem, hogy sok lesz. Föltettem a kalapom, mégis meggondoltam magam a második fél pohár viskájt illetően, aztán lementem a kocsimhoz. A kora esti forgalom hazafelé tartó, vacsorára igyekvő családfőktől volt zsúfolt. Nem voltam biztos abban, hogy két kocsi követe vagy csak egy. Minden esetre nem húzott mellém senki, és nem hajítottak kukoricagránátot az ölembe. Dorháza kocka alakú, régi, vörös téglás épület, szép park és fehér kőlábazata a fal vette körül. A hatalmas kocsi feljáró alatt egy fényes, fekete kocsi állt. Követtem a vörös kövekkel kirakott kis sétautat, majd egy sápat, zsakettes emberke bevezetett egy tágas, néma folyosóra, amely régi bútorokkal volt berendezve. Végigmentünk a folyosón, majd derékszögben befordulva egy másikon is, amelynek végén a kisember egy favoritású dolgozó szobába tessékelt. Egyedül maradtam. A szoba túlsó falát jobbára nyitott francia ablakok alkották, amelyeken át a fákon túl egy darabka eget lehetett látni. A fák előtt egy öntöző berendezés forgott körbelustán a már amúgy is sötétzöld, sejmes pázsiton a szoba falain megsötétedett olajfestmények, az egyik oldalon egy óriási fekete íróasztal, rajta könyvek, sok süppedős fotel, a padlón faltól falig érő, nagy, puha szőnyeg. Jó szivarok enyhe illata, messziről a virágos kert és a nedves föld szaga. Kinyílt az ajtó, és egy fiatalos férfi lépett be, orrán csíptetővel. Kimértem biccentett felém, bizonytalanul körülpillantott, majd azt mondta, hogy MR, Dor egy percen belül itt lesz. Kiment, én meg rágyújtottam. Egy kis idő múltán ismét nyílt az ajtó, Bézli lépett be, vigyorogva elsétált mellettem, s közvetlenül az ablakok előtt leült. Aztán belépett Dor, és mögötte Glen. Dor karján a fekete macska volt, jobb arcán pedig két hosszú, guztusos, vöröslő karmolás. Mizglen ugyanazt a ruhát viselte, amelyiket reggel. Komornak, nyúzottnak, unottnak látszott. Úgy ment el mellettem, mintha soha se látott volna. Dor belepréselte magát az íróasztal mögött álló, magas hátúkarosszégbe, a macskát maga elétette. A macska elsomfordált az asztal szélére, ahol hosszú, széles, megfontolt mozdulatokkal elkezdte a mellét nyalogatni. Nocsak, nocsak kuncogott kedvtelvedor, hát mégis összejöttünk. A zakettes férfi lépett be egy tálcával és poharakkal, körülhordozta őket, majd a tálcát és a koktélkeverőt letette egy alacsony asztalkára Miss miszklen mellé. Kiment a szobából, és úgy csukta be az ajtót, mint aki attól tart, hogy megnyikordulhat. Mindannyian ittunk, és nagyon ünnepélyesen festettünk. Kettő kivételével mindenki itt van, mondtam. Véleményem szerint az ülés határozat képes. Hogy értsem ezt? Csattant Feldor, s féloldalra hajtotta a fejét. Luharger a hullaházban van, Könelsz pedig a zsarukkal fogócskázik. Rajtuk kívül mindenki itt van. Az összes érdekelt fél. Miss Glenn heves mozdulatot tett, de nyomban visszafogta magát, és megmarkolta a székkarfáját. Dor ivott két kortyot a koktéljából, majd félretette a poharat, s két kicsi kezét egymásra fektette az asztallapján. Az arca enyhén vészjósló volt. Ide a pénzt, mondta fagyosan. Mostantól majd én őrzöm. Se most, se máskor feleltem. Nem hoztam el. Dor rám mereztette a szemét, az arca egy kissé elvörösödött. Beaslire néztem. A szájában cigaretta füstölgött, két keze zsebre dugva, tarkója a szék hátának támasztva. Mintha félig aludt volna. Szóval zárolta. Kérdezte dorhalkan, elgondolkozva. Pontosan feleltem komoran. Amíg nálam van, addig viszonylag biztonságban vagyok. Maga túljátszottá a szerepét, amikor hagyta, hogy elzárjam a pénzt hülye volnék, ha nem élnék azzal az előnnyel, amit a birtoklása jelent. Hogy maga biztonságban? Kérdezte Dor enyhén bajóslatú felhanggal. Nevettem. Bemárthatnak feleltem. Bár a legutóbb éppenséggel nem jött össze úgy igazán. Nem erezhetem magam biztonságban azért sem, mert esetleg megint fegyverrel kényszerítenek vendégségbe. Bár legközelebb az sem egy ennyire simán. Viszont meglehetős biztonságban vagyok a felől, hogy nem lőnek hátba, és maga nem forgatja fel a lakásomat a dohányért. Dora macskát simogatta, úgy nézett rám, leszeget fejjel. No de beszéljünk meg inkább egy-két lényegesebb dolgot folytattam. Kiviszi el a bal hét hargerért? Olyan biztos benne, hogy nem maga lesz az. Kérdezte epésen Dor. Az én alibim, sajnos, kitűnő. Nem is tudtam, mennyire az, amíg tudomást nem szereztem arról, hogy milyen pontosan volt időzítve halála. Én most már tiszta vagyok függetlenül attól is, hogy ki milyen fegyvert mutat be a bíróságon, és milyen dajka mesét ad le. Mellesleg az alibim megfúrására küldött fiúcskák bajba keveredtek. Csak ugyan? Kérdezte Dor minden látható érzelem nélkül egy Andrews nevezetű bravó, meg egy mexikói, aki Luis Cadenának nevezi magát. Megmerem kockáztatni, hogy hallott már róluk. Nem ismerem őket, válaszolt Dor élesen. Akkor bizonyára nem izgatom fel vele, ha elmondom, hogy Andrews a lehető legtökéletesebben halott, Kadena pedig a törvény fogja. Természetesen nem izgat felelte Dor, Könelz emberei voltak. Könelz ölette meg Hargert. Szóval ez az új mese. Elég vérszegény. Lehajoltam, és a székem alá csúsztattam üres poharamat. Miss Glenn felém fordult, és beszélni kezdett. Nagyon komolyan csinálta, mintha csak az emberiség jövője szempontjából döntő lenne, hogy elhiggyem, amit mond. Természetesen, természetesen, Könelz ölette meg lót. Legalábbis azok az emberek ölték meg, akiket ő küldött utánunk. Udvariasan bólintottam. De miért? Egy kalap pénzért, amit nem is raboltak el. Ők nem ölték volna meg, inkább magukkal vitték volna mindkettőjüket. A gyilkosságot maga készítette elő, a taximanőver pedig csak arra kellett, hogy engem félrevezessen. Hirtelen mozdulattal kinyújtotta a kezét. A szeme csillogott, vibrált. Dor az ajkát nyalogatta, szúrós szeme egyikünkről a másikra cikázott. Miss Glenn búval bélált hangon szólalt meg. Lu mindent tudott a kerékről. A krupiéval, Pinóval közösen tervelte ki. Pinónak egy kis úti költségre volt szüksége, Dél-Amerikába akart költözni. Könelsz persze kiszagolhatta volna a dolgot, de nem ilyen gyorsan, ha én nem lármázom és nem verem a balhét. Én ölettem meg lót, de nem abban az értelemben, ahogy maga hiszi. Levertem vagy három centi hamut a cigarettámról, amelyről egészen megfeledkeztem. Rendben van, mondtam komoran. Könelz viszi el a balhét. Maguk, svindlerek meg azt hiszik, engem csak ez érdekel, ugye? És hova tartott ló, miután könelz állítólag rájött, hogy megvágták? El akart menni, felelte fahangon Miss Glenn nagyon messzire. És úgy volt, hogy én is vele megyek. Maga úgy látszik, elfelejti, hogy én tudom, miért ölték meg lót. Mondtam a szokottnál jóval élesebben. Bézli felült a székében, s jobb kezét komótosan útnak indította a bal válla felé. Nem idegesíti ez az okos fiú, főnök. Még nem felelte Dor. Hagyd, hadd fecsegjen! Elfordultam egy kicsit, hogy jobban szembe legyek be a slivel. Odakint már besötétedett, az öntöző csapot elzárták. Párás levegő áramlott be a szobába. Dor kinyitott egy cédrusfa dobozt, kivett egy hosszú, barna szivart, a szájába vette, sműfogainak egyetlen száraz csattintásával leharapta a végét. Gyufaszál recsenő hangja hallatszott, majd az alassú, kifinomodott technikájú pofékelés, ahogy a kövér megszívogatta a szivart. Felejtsük el ezt az egészet, mondta lassan a füstfelhő mögül, és egyezzünk meg a pénz felől. Manny innen ma délután fölakasztotta magát a cellájában. Miss Glenn fölpattant, két karjával lökte föl magát álló helyzetbe. Aztán lassan visszaroskatta székébe, s nem mozdult. Segített valakit innennek? Kérdeztem, majd egy hirtelen, heves mozdulatot tettem, és megmerevettem. Bízli gyors pillantást vetett rám, én azonban nem őt néztem. Az egyik ablak mögött egy árny állt, valamivel világosabb, mint a sötét fű és a még sötétebb fák. Tompa, száraz, köhintésszerű pukkanás hallatszott, nyomában fehéres füst szállongott be az ablakon. Bézli összerándult, félig fölemelkedett, majd arcra bukott. Egyik behajlított karja a teste alászorult. Könelz ugrott be az ablakon, elment Bézli mellett, tett még három lépést, majd szótlanul megállt, kezében egy hosszú, kis kaliberű pisztollyal, amelynek csövén hangtompítózzadt. Ne moccanjanak. Mondta Könelz. Jól tudok célozni, még ezzel az elefántlövővel is. Olyan fehér volt az arca, hogy szinte világított. Fekete szeme füstcürke, a szembogara nem is látszott. Két sápat, szürke lámpa. Este felé, nyitott ablakon át jól terjed a hang, mondta kifejezéstelen hangon. Dor mindkét kezét az asztalra tette, és dobolni kezdett. A fekete macska egészen lelapult, löszökként az asztal széléről, és bebújt egy szék alá. Miss Glenn nagyon lassan, mintha valami szerkezet mozgatná, Könelsz felé fordította a fejét. Lehet, hogy van riasztójelző az íróasztalán, mondta Könelsz. De ha kinyílik az ajtó, lövök. Ezer öröm lesz számomra végignézni, mint budján ki a vér azon a dagatnyakán. Jobb kezemet öt centivel arrébb mozdítottam a székem karfáján. A hangtompítós revolver felém lendült. Leállítottam magam. Könelsz kurtán elmosolyodott. Maga okos mondta. Először arra gondoltam, hogy múresre tanítom. De van egy-két dolog, ami tetszik magában. Nem szóltam semmit. Könelz megint dóra nézett. A maga hálózata már hosszú ideje élősködik rajtam. Most megint kitaláltak valamit. Az éjjel kicsiklandoztak belőlem egy kis dohányt. Ez sem rendkívüli esemény. Köröznek emiatt a Hargernek a meggyilkolása miatt. Egy kadena nevű pofa azt vallotta, hogy én béreltem föl. Ez már egy kicsit nagyobb falat annál, amit lenyelek. Dor enyhén dülöngélni kezdett, két könyökét az asztallapjának feszítette, úgy tartotta az állát két apró kezével, majd remegni kezdett. A szivarja a padlón füstölgőit. Vissza akarom kapni a pénzemet, mondta Könelz, és kimosni magam ebből a sárból. Főként pedig mondani akarok valamit, nézze, Dor, én bele tudok lőni abba az eltátott szájába, és végig tudom nézni, hogy ömlik ki rajta a vér. Bézli teste összerezzent a szőnyegen. A kezei lassan tapogatózni kezdtek. Dor szemei csak nem keresztbe álltak az igyekezettől, hogy ne nézzen gorillája felé. Könelőzt ez alkalommal teljesen magával ragadta, és elvakította a düj. Egy kicsivel arrébb csúsztattam ujjaimat a székkarfáján. Hosszú utat kellett még megtenniük. Pino elmondta nekem, gondoskodtam róla, hogy elmondja. Maga ölette meg Hargert. Mert ő volt a vád titkos tanúja menni innen ellen. Az államügyész titokban tartotta, és ez a zsaru itt, ez is. Harger azonban nem tudta a száját tartani. Elfecsekte a nőjének, a csúk pedig magának. És a gyilkosságot úgy terveitek ki, hogy rám terejék a gyanút. Illetve először erre a nyomozóra, és ha ez nem jön be, akkor én örám. Csend volt. Szerettem volna mondani valamit, de egy szót se tudtam kinyögni. El nem tudtam képzelni, hogy kanalesen kívül bárki más megszólalhatna. Könelsz folytatta. Maga lefizette Pinót, hogy hagyja nyerni Hargert meg a nőjét. Nem volt nehéz, én ugyanis nem drótoztatom a kerekeimet. Dor arca fölemelkedett, lassan, falfehéren, Könelsz felé fordult, úgy festett, mint egy olyan ember arca, aki nyomban epilepsziás rohamot kap. Bízli már félkönnyéken támaszkodott. A szeme csak nem teljesen csukva volt, de a kezében egy revolver araszolt fölfelé. Könez előre hajolt, a szája mosolyra húzódott. A ravaszra feszülő ujja pontosan abban a pillanatban fehéredéit el, amikor Bézli revolvere hátraugrott, és eldördült. Könez háta ívbe feszült. Anélkül, hogy a kezét fölemelte volna, mereven előre zuhant, nekiesett az íróasztal szélének, és a padlóra rogyott. Bízli elejtette a pisztolyát, és megint arcra bukott a teste elernyett, újai görcsösen rángani kezdtek, aztán nem mozdult többé. Összekeresgéltem a lábaimat, fölálltam, odamentem kanaleshez, és az asztal alá rúgtam a fegyverét, teljesen fölöslegesen. Eközben észrevettem, hogy azért Könelz is elsüthette a revolverét legalább egyszer, mert Frank Dornak már nem volt jobb szeme. Némán mozdulatlanul ült, az álla a mellére bukott, arca érintetlen oldalán csendes mélabú tükröződött. A szoba ajtaja felpattant, a csiptetős titkár lépett be kidülledő szemekkel. Hátra tántorodott, neki az ajtónak, s ezzel becsukta. Kapkodózi hálását a szoba túlfelén is hallottam. Csak csak nincs valami baj. Hörögte. A kérdést ebben a helyzetben igen murisnak találtam, aztán rájöttem, hogy talán rövidlátó, ráadásul ahol ő áll, onnan Frank Dor helyzete egészen természetesnek hat ami pedig a látvány többi részét illeti, egy dor alkalmazott számára az ilyesmi valószínűleg mindennapos dolog volt. Van, feleltem, de majd mi elintézzük. Ne ártsa bele magát. Igenis, uram felelte, és kiment. Ez annyira meglepett, hogy leesett az állam. Oda mentem, és lehajoltam az őszülő hajú beaslihez. Eszméletlen volt, de a pulzusa egész rendesen lüktetett. Az oldalából vér szivárgott. Miss Glenn csak állt, és csak nem olyan kábultnak látszott, mint könez, amikor bejött. Hadarva, pattogós, nagyon tiszta hangon beszélni kezdett hozzám. Én nem tudtam, hogy meg akarják ölni lót, de ha tudom, akkor se tehettem volna ellene semmit. Ezek tüzes vassal égettek engem, csak úgy ízelítőül, hogy mit kaphatok. Ide nézzen, Feltépte a ruhája elejét, a két melle között borzalmas égési seb látszott. Jól van, kisanyám, mondtam. Kínos kúra lehetett. Most viszont ide kell csődítenünk néhány zsarut, meg egy mentőautót beaslinek. A telefon felé indultam, amikor a nő elkapta a karomat, leráztam magamról a kezét. Vékony, elkeseredett hangon tovább mondta. Azt hittem, hogy lót egyszerűen csak kivonják egy kicsit a forgalomból, amíg le nem zajlik a tárgyalás. Ezek viszont kirángatták a taxiból, és szó nélkül lelőtték. Aztán a kisebbik behajtott a taxival a városba, a nagy darab meg fölvitt engem a hegyek közé, egy faházba. Ott várt Dor. Ő mondta, hogyan kell bemártani magát. Azt mondta, ha jól csinálom, megkapom a pénzt, de ha átverem őket, akkor halára kínoznak. Hirtelen átvillant rajtam, hogy túl sok embernek fordítok hátat. Sarkon fordultam, megfogtam a telefont, és az asztalra tettem a pisztolyomat. Hallgasson meg! Hadd mondjam végig! Kiáltotta vadul a nő. Dor tervelte ki az egészet Pinóval, a Krupiéval. Pino benne volt abban a bandában is, amely odácsalta Shannont, ahol aztán elintézték. Én nem. Persze, vágtam közbe. Nincs semmi baj. Nyugodjon meg. A szoba, de az egész ház is nagyon csendesnek hatott, mintha egy rakás ember görnyedezne az ajtó előtt hallgatózva. Nem volt rossz elgondolás, mondtam ráérősen, mint akinek a világon semmi más dolga nincs. Ló csak eszköz volt Frank Dor számára. Úgy gondolta, ezzel a múkával mindkettőnket lehetetlenné tesz, mint tanúkat. De túl bonyolította a tervet, túl sok embert mozgatott meg. Az ilyesfajta verembe mindig az esik bele, aki ásta. Ló el akart utazni, mondta a nő, ruháját gyűrögetve. Be volt gyulladva. Azt hitte, ez a buli végkielégítés a számára. Aha, feleltem, majd fölemeltem a telefont, és kértem a rendőrkapitányságot. Ismét nyílt az ajtó, a titkár támolygott be, revolverrel a kezében. Mögötte egy libériás sofőr, ugyancsak revolveresen. Frank Dor házából beszélek. Süvöltöttem a telefonba. Gyilkosság történt. A titkár meg a sofőr kifarolt. Futóléptek zaját hallottam a folyosó felől. Lenyomtam a telefonbilláját, majd a telegramot hívtam, ott pedig fonballint kértem. Mire végig rágtam neki a tésztát, Miss Glenn az ablakon át eltűnt a kert sötétjében. Nem menteni utána. Nem is nagyon bántam, hogy elpárolgott. Hívtam Ohasot, de azt mondták, még lent van solanóban. És ekkorra már az éj megtelt sirénasivítással. Volt némi zűröm, de nem túl sok. Fembeadt túl sokat nyomott alatban. Nem derült fény a teljes sztorira, de annyira igen, hogy a városházán néhány kis potentát egy ideig az arca előtt felejtse a balkarját. Rosszul viselik a szemek és a villanófények tüzet. Pinót szót Lég Cityben gyűjtötték be. Megtört, beköpte Meni Tinnen bandájának négy további tagját. Kettőt agyonlőttek, mert ellenálltak letartóztatás közben, a másik kettő életfogytiglani kapott. Miss Glenn eltűnt, és többé nem hallottunk róla. Azt hiszem, ez minden. A 22 lepedőt be kellett szolgáltatnom a városháza főkönyvelőjének. 200 dollárt engedélyezett belőle a számomra tiszteledi gyanánt, és 9 dollár 20 benzinköltség címén. Néha eltűnődöm, mi lett a többivel. A király sárgában. Egy George Miller a Carleton Hotel éjszakai portása volt. Elegáns, sörtehajú, alacsony férfi, dallamos, mély hangja akár egy romantikus színészé. Bár halkan beszélt, szeme villogott, miközben bemondta a telefonba, igazán sajnálom. Nem fog ismét előfordulni. Már is intézkedem. Letette a telefont, és kimasírozott a katedrál üvegfal mögül. Éjjel egy óra múlt, és a nagy előcsarnokban, ahová három lapos lépcsőfok vitt, a lámpák tompított fényeléktek. Az éjszakai szállodai inas már rendet csinált. A helyiség teljesen üres volt, a távolból egy rádió hangja szólt. Miller lement a lépcsőn, és a hang irányába sietett. Befordult egy boltéves átjáróba, és ránézett a férfira, aki a halványzöld diványon feküdt. Miller rámordult. Kékás. Maga házi detektív vagy házi macska. Steve Graice lassan megfordult, és Miller -e nézett. Magas, fekete hajú, 28 éves, mélyen ülő, nyugodt szempárral és feltűnően finom vonalú szájjal. A rádióra bökött és elmosolyodott King Leopardi az George. A trombitás király. Hallgassa ezt a zenét. Szép mondta szárazon Miller. Nyomás vissza az emeletre, és távolítsa el azt az alakot a folyosóról. Steve Gray cemekhökkent. Micsoda már megint. Azt hittem, egyetlen lendülettel felállt. Legalább egy lábbal magasabb volt Millarnél. A 816-os fel van háborodva. A trombitása folyosón van a két partnerével. Sárga szaténsortban jazzkoncertet tartanak. És az egyik a két csaj közül, akiket kújlan a 811-esbe, még táncot is lejt hozzá. Mozogjon, Steve, és vessen véget a hepajnak. Steve Graice savanyúan elmosolyodott. King Leopardi nem törzs vendég nálunk használhatok kloroformot, vagy elég a gumibot. Öles léptekkel végigment a boltíves folyosó halványzöld szőnyegén, átvágott az előcsarnokon, és beszállt a liftbe. A nyolcadikon a zenebona úgy hasította fülébe, mint egy hirtelen támadt orkán. Az egész folyosó visszhangzott. Fél tucat ajtó nyitva állt, és a morcos vendégek házi köntösben bámultak. Mindjárt vége a cirkusznak, mondta sietve Steve Graice. Csak nyugalom. Befordult a folyosón. Három férfi állt egy nyitott ajtónál, amelyből fényözön árad kifelé. A középső, a trombitás, magas, izmos és jóvágású, hajszálvékony bajuszkával. Arca kipirult, szeme részegségtől csillogott. Sárga rövid nadrág volt rajta, balszárán óriási, fekete, hímzett monogram felső felsőteste teljesen mezítelen. Két társa pizsamában, mind a kettő részeg egyik klarinéttel, a másik tenorszakszofonnal. Előttük egy platina szőken nőri magát, vonaglott felhúzott szemöldökkel, kellette magát a zenére. Torokhangú rikácsolása hamis volt, akár a szemöldöke, és éles, mint a körmei. Magas sarkú papucsot viselt és fekete pizsamát. Steve Graice megtorpant. Az ingyen vége. És most lóduljanak a mozgás. King Leopardi elvette szájától a trombitát, és felordított. Tust a házi detektívnek. A három részeg egy bontott akkordot fújt, amelybe a falak is belerázkódtak. A lány hisztérikusan nevetett, és a levegőbe rúgott. Papucsa mellen találta Steve Graiceté, a detektíva lányhoz ugrott, és megragadta a csuklóját. Erezd el! Ordította Leopardi. Kisanyám, húz be neki! Taposd a szőnyegbe! Steve a hóna alá kapta a lányt, és elszaladt. Olyan könnyedén vitte, mint valami csomagot. Bekukkantott egy kivilágított szoba ajtaján. Egy pár barna férfi bakancs hevert egy komód alatt. Tovább ment a következő kivilágított szobához, berúgta maga mögött az ajtót, és gyorsan bezárta. Szinte ugyanabban a pillanatban egy ököl dörömbölt odakint. Steve rá se hederített. Keresztül lökte a lányt a fürdőszoba előtti rövid folyosón, aztán elengedte. A lány eltámolygott, nekidőlt a komódnak. Hajtincslógott az egyik szemébe. Vadul megrázta a fejét, és kivicsorította a fogát. Melyik lábammal rúgjalak ki? Kérdezte Steve. Menj a francba! Szitkozódott a lány, Kinga barátom. Jobb, ha leveszed rólam a mancsodat, zsaru! Egy másik lány feküdt keresztben az ágyon, összeborzolt haja szétterült fehér arcán. Fel volt hasadva a pizsamája. A lány ernyetten hevert és nyögdécselt. Lám csak az eltépet pizsama trükje. Jegyezte meg Steve nyersen. Ez nem jött be, kisanyám. És most figyeljetek rám, kislányok. Vagy ágyba bújtok, és maradhattok reggelig, vagy szedhetitek a sátorfátokat. Döntsétek el! A fekete hajú nyögdécselt, a szőke szájalt. Hordja el magát a szobámból, nyavajás hekus. Előkapott egy kézitükröt. Steve félreugrott, a tükör a falhoz vágódott és leesett, de nem tört össze. A fekete hajú megfordult az ágyon, és elcsigázottan nyögte, jaj, kopjon már le, rosszul vagyok. Lehúnyt szemmel feküdt, szemhéja verdesett. A szőke keresztül riszálta magát a szobán az ablaknál álló asztalhoz, töltött egy jó fél vizes pohárnyi viskájt, és magába döntötte. Fuldokolva kiejtette kezéből a poharat, és négy kézlábra ereszkedett. Ez üt ki téged, kisanyám, mondta komoran Steve. A lány összekuporodott, és a fejét rázta, öklendezett, vörös körmű kezét a szája elé tette. Fel akart állni, de az oldalára esett, és elnyomta az álom. Steve az ablakhoz lépett, becsukta. Felnyalábolta a szókét a földről, ráfektette az ágyra, aztán mindkettőjüket állig betakarta. Leoltotta a lámpát és kinyitotta az ajtót. Kívülről ismét bezárta egy lánconfityegő ákulcsal. Szállodaipar morogta, undorító. A folyosó most üres volt. Egy kivilágított szoba ajtaja még nyitva állt. A 815-ös volt az, a lányoké után a második. Bentről halk trombitaszó hallatszott, de nem eléggé halk, hiszen hajnali fél kettő volt. Steve Graice belépett a szobába. King Leopardi egyedül volt odabent. Egy fotelban törpeszkedett, könyökénél egy hosszú pohár. Hangszerét körívben forgatva játszott, fények villóztak a trombita tölcsérén. Steve cigarettára gyújtott, kifújt egy füstfelhőt, és bámulattal vegyes megvetést tükrözött a pillantása. Villanyoltás. Mondta halkan. Igazán szívhez szólóan játszik. De itt nem lehet ezt csinálni. Egyszer már figyelmeztettem. Tegye el azt a szerkentyűt. Leopardi rosszindulatúan elmosolyodott, azután egy vibráló, prüszkölő hangot fújt, ami olyan volt, mint az ördög kacagása. Leopardi azt csinál, amit akar. Még senki sem akadályozta meg. Kopjon le! Steve a válla közé húzta a nyakát, és odalépett a magas, napbarnított a férfihoz. Türelmesen azt mondta, tegye le azt a részdudát, nagyfiú. A vendégek aludni akarnak. Maga nagy ember a pódiumon. De másutt egyébként olyan rossz a híre, hogy valósággal bűzlik. Nekem a munkámat kell végeznem, és azt is teszem. Ha nem hagyja abba, bizisten a nyaka köré tekerem a hangszerét. Leopardi leeresztette a trombitát, és jókorát kortyolt a pohárból. Szeme csillogott. Ismét szájához emelte a hangszert, és akkorát fújt bele, hogy megremegtek a falak. Azután felugrott, és fejbe vágta steve a hangszerrel. Soha ki nem állhattam a zsaruféléket, jelentette ki megvető mosolyjal. Steve kissé hátralépett, és megrázta a fejét. Gúnyosan oldalt pillantott, előre csúsztatta egyik lábát, és tenyérrel pofon vágta Leopardit. Az ütés enyhének tűnt, de a trombitás király átpenderült a szobán, és ahogy az ágy lábánál földet ért, jobb keze belelógott egy nyitott bőröntbe. Egy pillanatig egyikük sem mozdult. Azután Steve elnyomta a cigarettáját fekete szeme kifejezéstelen volt, de szája a füléig húzódott. Ha balhét akar, mondta, jó helyen kereskedik. Leopardi arcán feszes félmosoly jelent meg, és jobb keze előbukkant a bőröntből egy pisztolyjal. Hüvelykújja kibiztosította a zavart. Határozottan célzásra emelte a fegyvert. Ehhez mit szól? És tüzelt? A pisztoly pokoli robajjal sült el a becsukott szobában. A fiókos szekrény tükrének cserepei szerteszéllyel röpültek. Egy üvegszilánk úgy megvágta Steve arcát, mint a borotva penge. Keskeny vércsík szivárgott a bőrén. Berodgyantotta a lábát, jobb vállal nekirontott leopardi csupasz mellének, és bal kezével besöpörte a pisztolyt az ágy alá, majd talpra ugrott. Rossz lóra tettél. Zihálta a reketten. Leopardira vetette magát, és a hajánál fogva, erőszakkal talpra ráncigálta. Leopardi ordított, és kétszer vágta, mire Steve elvigyorodott, és bal kezére csavarta a szólista hosszú, fényes, fekete haját. Leopardi harmadik ütése a vállán találta. Steve erre elkapta a csuklóját, és úgy megcsavarta, hogy a férfi nyűszítve térdre rogyott. Steve megint felemelte a hajánál fogva, elengedte a csuklóját, és három ütést mért a gyomrára. Leopardi térdre tápászkodott, és elhányta magát. Steve bement a fürdőszobába, és levett egy törülközőt a fogasról. Odalökte a zenésznek, feldobta a nyitott bőröndöt az ágyra, és belehaigálta a holmiját. 2. Miller néma csöndben állt a pultnál, amikor a liftajtó kinyílt. Arca sápadt és ilyet volt, nyírott fekete bajusz a borzolódott felső ajkán. Leopardi lépett ki elsőnek a liftből, sál nyakában, könnyű felöltője a karjára dobva, kalapja a feje búbjára csúszott. Mereven, kisé meghajolva lépkedett, tekintete kifejezéstelen. Arca sárgás zöld. Steve Graice jött ki mögötte egy bőröndöt cipelve, azután Cári, az éjszakai inas, még két bőröndel és két fekete hangszertokkal. Steve odamasírozott a pulthoz, és nyersen azt mondta. MR leopardi számláját, ha van egyáltalán. Kiköltözik. Miller nagy szemeket meresztett rá a márványpult mögül. Én, én nem hiszem, hogy... Leopardi savanyúan elmosolyodott, és kelletlenül kisétált a lengőajtón, amelyet az inas nyitva tartott előtte. Két éjszakás taxi állt a droszton. Az egyik a fedett bejárat elé hajtott, az inas betette Leopardi podgyászát. A trombitás beszállt a taxiba, és kinézett a nyitott ablakon. Lassan, rekettes hangon kiszólt. Sajnálom magát, szimatkám. Ahogy mondom, sajnálom. A taxi elindult, azután kanyarodott, és eltűnt szem elől. Steve sarkon fordult, elővett egy negyed dollárost, és feldobta a levegőbe. Belecsapta az éjszakai inas tenyerébe. A királytól mondta. Őrizze meg, hogy megmutathassa majd az unokáinak. Ügyet sem vetve Millare, visszament a nyolcadik emeletre. Végig sétált a folyosón, és ismét belépett Leopardi szobájába bezárta belülről, az ágy alól kihalázta a 32-es automatát, zsebre tette, s a padlót vizslatva keresgélte a kilőtt kolyót. A szemetes kosárnál bukkant rá, lehajolt érte, de mielőtt felegyenesedett volna, belenézett a kosárba. A lövedéket szórakozottan a zsebébe potyantotta, azután egy ujjával belekotort a kosárba, és kihúzott egy tépet papírlapot. Felemelte a kosarat, és az ágyra borította a tartalmát kiválogatta azokat a papírdarabokat, amelyekre új szákpapír volt ragasztva. Néhány perc múlva már össze is rakta a széttépet papírdarabjait, darabjait, el tudta olvasni az üzenetet, amelyet újszágból kivágott szavakból állítottak össze. Leopardi csütörtökön fizes tíz rongyot, különben véged. A bátya. Ez igen, mondta Steve Graice. Beseperte a papírfecniket egy szállodai borítékba, betette az akója belső zsebébe, és cigarettára gyújtott. Van kurázsi a fickóban, mondta. És trombitáin. Is tud. Bezárta a szobát, aztán a lányok szobájához ment. Halkan bekopogott, és az ajtóra nyomta fülét. Egy szék megnyikordult, és lépések közeledtek az ajtó felé. Mi van? A hang fagyosan és teljesen józanul csengett. Nem a szőke hangja volt. A házi detektív vagyok. Beszélhetnék magával? Már beszél. De nem zárt ajtón keresztül. Van tolvaj kulcsa. A lépések eltávolodtak. Steve kinyitotta az ajtót, csendesen belépett. Csak egy kis lámpa égett gyér fénnyel az asztalon. Az ágyon a szőke hangosan horkolt, kezét csillogó platina hajába temetve. A fekete hajú a fotelben ült az ablaknál. Steve rámutatott a hosszú hasadásra a pizsamája szárán. Halkan azt mondta. Maga nem beteg. És nem is volt részeg. Ez a szakadás pedig régi. Mire megy ki ez a szélhámoskodás? Kinget akarják megvágni. A lány fagyosan bámult rá, szippantott egyet a cigarettájából, de nem szólt. Leopardi már kiköltözött folytatta Steve. Úgy, hogy semmi keresnivalója itt, kisanyám. Úgy nézett a nőre, mint egy héja, fekete szemét keményen és mereven az arcára függesztve. Maguk házi detektívek az agyamra mennek csattant fel dühösen Amaz, felugrott, és Steve mellett elhaladva bement a fürdőszobába, az ajtót magára zárta. Steve vállat vont, és megtapintotta az ágyon alvó lány pulzusát. Vontatottan lüktetett, ahogy a részegeké. Szerencsétlen kis szélhámosok morogta halkan. Pillantása a fiókos szekrényen lévő nagy piros pirostáskára vándorolt, ráérősen megemelte, aztán visszajtette arca ismét megkeményedett. A táska olyan hangosan koppant az üveglapon, mintha ólom nehezék volna benne. Gyorsan résnyire nyitotta, és félkézzel beletúrt. Hideg fémet tapintott. Teljesen kinyitotta a táskát, és meglátta benne a kis, 25-ös automatát. Egy fehér cédulára is felfigyelt. Kihalázta, és a fény felé tartotta egy lakbérnyugta névvel és címmel zsebre dugta, visszacsukta a táskát, és már az ablaknál áldogált, amikor a lány előjött a fürdőszobából. A fene a jó dolgát még mindig itt van. Fortyant föl. Tudja, mi történik azzal a szállodai detektívvel, aki éneké vagyján ákulcsal behatol egy nő szobájába. Steve szórakozottan felelte. Igen. Bajba kerül. Még agyon is lőhetik. A lány oldalra sandított, a piros táskára. Steve ránézett. Fristóban ismerte meg Leopardit. Kérdezte. Két éve nem játszik itt. A lány lebigyeztette az ajkát, visszatelepedett az ablakhoz. Arca sápadt, merev volt. Blessom ismerőse, mondta szintelen hangon. Blessom az ott, az ágyon. Tudta, hogy ide jön ma este, ebbe a szállodába. Mi köze hozzá? Egyszerűen nem fér a fejembe, miért ide jött, mondta Steve. Ez nyugis hely. Nem tudom elképzelni, hogy valaki csak azért ide jöjjön. Menjen máshová töprengeni. Nekem aludnom kell. Jó ét, drágaságom, mondta Steve, és jól zárkózzék be. Sovány, keskeny arcú, ritkás hajú férfi állt a pultnál, a márványlapon dobolva. Miller még mindig a pult mögött állt, továbbra is sápatnak látszott. A sovány férfi sötét szürke öltönyt viselt, sállal az akója alatt. Tengerzöld szemét lassan a liftből kilépő steve irányította, és megvárta, míg az odalép a pulthoz, és rádob egy bilétával ellátott kulcsot. Leopardi kulcsa, George mondta. Egy ripityára tört tükröt hagyott maga után, a szőnyegen meg a vacsoráját, ami javarészt viszkív volt. A sovány férfihoz fordult, velem akar beszélni, MR. Peters. Mi történt, Graice? Peters feszes hangon beszélt, mint aki arra számít, hogy úgy is hazudnak neki. Leopardi és két zenésze a nyolcadikon szállt meg, a zenekar többi tagja meg az ötödiken. Az ötödiken lakó társaság lefeküdt. Két célhámos nőnek sikerült megszereznie a Leopardiéhoz közeli szobát szerét ejtették, hogy megismerkedjenek vele, aztán zenebonát csaptak kint a folyosón. Kissé keményen kellett fellépnem. Véres az arca, mondta hidegen Peters. Törölje le! Steve megdörzsölte arcát egy zsebkendővel. A keskeny vércsík rászáradt. Betuszkoltam a lányokat a szobájukba folytatta. A két zenész vette a lapot és visszavonult, de Leopardi továbbra is azt képzelte, hogy a vendégek trombitaszóra vágynak. Amikor megfenyegettem, hogy a nyaka köré tekerem a trombitáját, fejbe kólintott vele. Lekevertem neki egyet, mire pisztolyt rántott elő, és rám lőtt. Itt van. Kivette zsebéből a 32-es automatát, és a pultra tette. A kilőtt töltényhüvelyt is mellé helyezte. Ezért egy kicsit megfenyítettem és kidobtam innét, tette hozzá. Peters a márványon dobolt. A szokásos taktikája úgy tűnik, jól bevált. Steve rámerett. Rám lőtt ismételte higgadtan. Pisztoljal. Ezzel a pisztolyjal. És én érzékeny vagyok a golyókra. Nem talált ugyan, de rosszul is végződhetett volna. Peters összevont a színű szemöldökét. Nagyon udvariasan kezdte. Mi éjszakai tisztviselőként alkalmazzuk magát, mert nem kedveljük a házi detektív szót. De sem egy éjszakai tisztviselő, sem egy házi detektív nem tehet kivendéget a szállodából az én tudtom nélkül. Soha, emer, graice. Értse meg végre, hogy a pasas rám lőtt, mondta Steve. Világos. Eltűrjem az ilyesmit szó nélkül. Arca kissé elsápadt. És még valamire felhívnám a figyelmét folytatta Peters, mintha nem is hallotta volna, amit a másik mondott. Ennek a szállodának a fő részvényese Emer, Halsi G. Walters. Övé a halotte klub is, ahol King Leopardi szerdán este zenélni kezd. És ezért, Emer, Graice, ezért volt olyan szíves Leopardi, hogy nálunk szállt meg. Gondolja, hogy van még mondani való ma maga számára. Igen, el vagyok bocsátva, mondta Steve örömtelenül. Eltalálta, MR. Graice. Jó éjszakát! A sovány, szőke férfi a lifthez ment, és az éjszakai inas felvitte. Steve Millare nézett. A nagy kutya őrz, mi? Sukta oda neki. Kemény, okos fickó. Túlságosan okos, sem hogy azt hinné, hogy ebben a tetőfészekben és a salott tetszlubban azonos kategóriájú vendégek fordulnak meg. Peters írt Leopardinak, hogy itt vegyen ki szobát. Azt hiszem, igen, Steve. Miller hangja halk és komor volt. Akkor miért nem egy tető tetőlakosztályban helyezték el, ahol táncolni is lehet napi 28 dolcsért? Miért tették egy viszonylag olcsó futó vendége melletre? És miért engedte kuilan azokat a lányokat a közelébe? Miller meghúzigált a fekete bajuszát. Szükében van a pénznek, ami meg a lányokat illeti, fogalmam sincs róla. Steve tenyérrel a pultra csapott. Szóval ki vagyok rúgva, mert nem hagytam, hogy egy részeges mi haszna koncerttermet és céllövöldét csináljon a nyolcadik emeletből. Ekkora marhaságot. Aztán megnyugodott azért hiányozni fog nekem ez a lebúj. Maga is hiányozni fog nekem, Steve mondta Miller barátian. Csak egy hétig nem. Holnaptól ugyanis egy hét szabadságra megyek. A bátyámnak van egy kis házat Nem is tudtam, hogy van bátyja, mondta Steve szórakozottan. Kinyitotta és összezárta öklét a pult márványlapján. Nem igen jár a városba. Tudja, valamikor boxoló volt. Steve bólintott és felegyenesedett. Hát azért még megvárom a reggelt, mondta. Hanyat fekve. Tegye be valahová ezt a pisztolyt, George. A gyérem megvilágított előcsarnokon át visszament a szobába, ahol a rádió volt. Megigazította a párnákat a halványzöld díványon, majd hirtelen belenyúlt a zsebébe, és elővette a fehér cédulát, amit a fekete hajú lány piros táskájában talált. Nyugta egy heti bérről egy bizonyos Miss Marilyn Lorme, 113 Court Street, Ridgeland Apartments, 211. ajtó alatti lakos nevére kiállítva. Beletette a levéltárcájába, egy darabig áldogált, s a néma rádióra bámult. Az az érzésem, Steve már akat is új melód suttogta magában. Valami bűzlik ebben a házban. A telefonhoz lépett, bedobott egy ötcentest, és feltárcsázott egy egész éjjel üzemelő rádióállomást. Csak másodszori hívásra sikerült megkapnia az örökzöld melódiák műsorvezetőjét. Feltenné megint King Leopardi magánycímű számát. Kérdezte. Rengeteg kérést kell teljesítenem. Azt meg már kétszer is lejátszottam. Ki beszél? Steve Graice, a Keretön Hotel éjszakai alkalmazottja. Szóval egy éber fickó, aki dolgozik. Magának, pajtás, bármit. Steve visszament a díványhoz, bekapcsolta a rádiót, hanyat feküdt, és kezeit összefonta a tarkóján tíz perc múlva felhangzott King Leopardi trombitájának magas, átható, szívhez szólóan lágy, szinte suttogóra tompított hangja, hihetetlenül hosszan kitartva az été a magas C fölött. Egy pasas, aki így tud játszani, dörmögte Steve, amikor a szám véget ért. Lehet, hogy túl goromba voltam bele. 3. A Court Street régi, szakaddigó város, pontosabban Gicses város volt. A bönkör hillen terült el, és mindenki képviselve volt benne, a slampos öltözékű, szökésben lévő bűnözők, az éjszakai pillangók vagy a kicsinyes és piszkos háziasszonyok, akik a County Relief nagy, régi, szalagdíszes kapuboltozatú, parkettás, korlátokkal ellátott házaiban ültek, és egész álló nap az albérlőkkel perlekettek. Szép hely volt valamikor a Bunker Hill, fénykorából megmaradt az angyaljárat nevű fura kis sikló, amely egy sárga agyagdombon közlekedett a Hill Streetről. Délután volt, mikor Steve Graice kiszállt a szerelvényből, amelyben egyedül utazott. Jó szabású kék öltönyt viselt, és elindult a napsütötte dombötetőn. Nyugatnak véve útját, rátért a kórtra, és a számozást figyelte. A keresett ház a saroktól a második volt, szemben egy vörös tégla ravatalozóval, amelyen aranybetűs felirat hirdette, Paolo Peráini temetkezési vállalata. Egy sötét hajú, zsakettes olasz állt az épület függönyös ajtaja előtt szivarozva, mint aki arra vár, hogy valaki meghalljon. A 118-as egy kétemeletes favázas bérház volt az üvegkapun belül, amelyet sűrű, piszkos tülfüggönyt akart, fél méter széles futószőnyeg az előcsarnokban, fakó ajtók, fakó festékkel számozvas egy lépcsőfeljáró a hátsó traktusban. Sárgaréz lépcsőkorlátok csillogtak az előcsarnok félhomájában. Régi elegancia árva hirdetői. A 221-es Miss Merölin Delorme lakása jobboldalt volt az utcai fronton. Steve megkopogtatta az ajtófa tábláját, várt, aztán újból bekopogott. Semmi sem mozdult a néma lakásban, sem a folyosón. Egy másik ajtó mögött, a folyosó szemközti oldalán valaki elköhintette magát, aztán tovább köhécselt. Steve Graice a félhomályban homályban ácsorogva azon gondolkodott, hogy egyáltalán mi keresnivalója van itt. Miss Delorme pisztolyt hordott magánál. Leopardi kapott valami fenyegető levelet, amit széttépett. Miss Delorme körülbelül egy órával azután elhagyta a káretont, hogy ő Leopardit kitette. Ennyi az egész. De akkor is... Elővett egy bőr kulcstartót, és szemügyre vette a zárat. Gyerekjátéknak tűnt kinyitni. Beledugott egy tolvaj kulcsot, hátrakattintotta a reteszt, és neztelenül belépett. A szobára fél homály borult, mert a két utcai ablakon össze voltak húzva a sötétítő függönyök. A levegőben púderillat. Világos bútorok, egy szétnyitható dupla ágy, amelyet nem csuktok össze, de be volt ágyazva. Rajta egy képes újság és egy csikkekkel teli üveg hamutartó, mellette a széken egy üvegviszki, amelyből már jócskán hiányzott, meg egy pohár. Az öltözőasztalkán egy szépítőkészlet volt, nem olcsó, de nem is a legdrágább fajtából, egy fésű fekete hajszálakkal és egy nyitott, puderral teleszórt manikürkészlettok. A fürdőszobában semmi. Az ágy mögötti fali szekrényben egy csomó ruha és két bőrönd. A cipők mind azonos számozásúak. Steve megállt az ágy előtt és megcsípte az állat. Tehát Blessom, a szitkozódó szőke nem lakik itt, suttogta magában. Csak Merlin, a szakadt pizsamájú fekete. Ismét az öltöző asztalkához lépett, és egymás után kihúzigálta a fiókokat. A legalsóban talált egy dobozt 25-ös automatához való vörösézni kell töltényekkel. Megpiszkálta a csikkeket a hamutartóban. Mindegyik rúsfoltos volt újból megcsípte az állat, és úgy csapott a levegőbe tenyerével, mint egy evezős alapátjával. Meglépett, motyogta halkan. Csak az idődet vesztegeted, Steve. Az ajtóhoz lépett, s már kezében volt a kilincs, de hirtelen megfordult, az ágyhoz lépett, és felemelte a lábánál. Miss Merölin Delorme alatta volt. Az oldalán feküdt a padlón, hosszú lábai ollósan keresztbe vetve, mintha éppen futna. Egyik papucsa rajta volt, a másik nem. Ruhája felcsúszott. Rózsaszín alapon kék rózsával díszített harisnyája fölött egy darabon kilátszott a bőre és a harisnya tartója. Szögletes kivágású, rövid ujjú, nem éppen tiszta ruha volt rajta. Mesztelen nyakán vörös zúzódások égtelenkedtek. Arca szederjes, szemeiben a haláltompa csillogása, szája akkorára volt tátva, hogy rövidebbnek tűnt tőle az arca. Bár jéghideg volt, tagjai meglehetősen ernyedtek maradtak. Néhány órája lehetett halott. A bíbor vörös táska mellette hevert, épp úgy tátongva, ahogy a szája. Steve nem nyúlt a holmikhoz, amelyeket kiborítottak belőle a földre. Nem volt köztük pisztoly, sem papírok. Visszaengedte az ágyat, aztán többször is körbejárta a lakást, mindent megtörölt, amihez előzőleg hozzáért, sőt azt is, amihez nem. Hallgatózott az ajtónál, azután kilépett. A folyosó most is üres volt. A szemközti lakásban lakó férfi még mindig köhécselt. Lement a lépcsőn, megnézte a levélládákat, és az előcsarnokban megállt egy ajtó előtt. Monoton széknyikorgás hallatszott Mogulé. Bekopogott, mire éles női hang szólt ki. Steve egy zsebkendővel lenyomta a kilincset és belépett. A szoba közepén egy asszony ringatta magát egy régi hintaszékben, kimerültségre valló laza, ernyed pózban. Agyakszínű arca, szálkás haja és szürke pamutaris nyája volt, egy szóval pontosan olyan, amilyennek ennek egy bönkörhéli gondnoknőnek lennie kell. Maga itt a gondnok. Az asszony megállította a széket, és torka szakadtából elordította magát. Hé, hey, Jake! Látogató! aztán tovább hintázott. Egy jégszekrényajtó csapódott be a másik helyiségben, és egy óriás termetű férfi lépett a szobába, kezében dobozos sörrel. Félcédulásnak látszó, tésztaképű, vastag bikanyakú, erős álkapcsú ember volt, kopasz fejének búbján egy szőrpamacs, barna malac szemei körülbelül ugyanolyan kifejezéstelenek, mint az asszonyéi. Arcán legalább két napos borosta. Skarlátvörös nadrágtartót viselt nagy, aranyszínű csatokkal. A dobozos sört az asszony felé nyújtotta. Az kikapta a kezéből, és panaszosan azt mondta. Olyan fáradt vagyok. Az mondta a férfi. Nem is csináltad megrendesen a folyosót. Steve a férfira pillantott és megkérdezte. A gondnok? Igen. Jake Stojanov. 286 font élő súlyban és még mindig jó kondiban. Kilakik a 221-esben. Kérdezte Steve. A nagy darab férfi kissé előre döntötte törzsét. Semmi nem változott a pillantásában, csak az állám feszült meg a bőr. Egy csaj mondta. Egyedül? Kérdezgessen, csak mondta az óriás. Kinyújtotta kezét, és felvett egy szivarcsutkát egy pecsétes faasztal széléről. A szivar egyenlőtlenül égett, és úgy bűzlött, mintha valaki felgyújtotta volna a lábétérlőt. Azt csinálom, mondta Steve. De inkább a konyhában mondta, elnyújtva a szavakat a férfi. Megfordult és kinyitotta az ajtót. Steve belépett előtte. A nagy darab férfi berúgta az ajtót, hogy ne hallja a hintaszék nyikorgását, kinyitotta a jégszekrényt, és kivett belőle két dobozos sört. Felnyitotta, és az egyiket Steve-nek adta. Detektív, Steve ivott egy kortyot, letette a dobozt a mosogató szélére, és elővett egy vadonatúj, aznap reggel készült névjegykártyát a levéltárcájából. Átnyújtotta a férfinak. Az megnézte, letette a mosogató szélére, aztán felvette, és újból elolvasta. Szóval az dörmögte a söre fölött. Mit csinált már megint? Steve vállat vont, és azt felelte. Azt hiszem, a szokásosat. Az elszakított pizsama trükkjét. Csak hogy most kellemetlen következménye lett. Tényleg? És maga dolgozik az ügyön. Klassz kis meló lehet. Steve bólintott. A nagy darab férfi füstöt fújt ki. Hát akkor csak rajta mondta. Mit szólna hozzá, ha lenne egy kis gáz? A nagy darab férfi jó ízűen elnevette magát. Maga magándetektív. Hallgatni fog. Menjen, csinálja, ahogy tudja. Ha pedig gáz volt, engem az sem izgat. Nézzem be mindenhova, ahova csak akar. Jake Stojanovnak nem szokott baja lenni a zsarukkal. Steve a férfira bámult. Annak megerett a nyelve, úgy tűnt, mintha már jobban érdekelné a dolog. Azon kívül hadonászott a szivarjával, én látszívű ember vagyok. Én soha nem buktatok le egy csajt. Minek beleköpni a más levesébe? Kiitta a sörét, bedobta a dobozt egy kosárba a mosogató alatt, és Steve orra aládugva a kezét összedörzsölte a hüvelyk és mutató ujját. Ha csak nem ilyesmiről van szó. Steve halkan megjegyezte. Jó nagy keze van. Maga is tehette volna. há -e? Bizony, mondta Steve. Maga valószínűleg ártatlan. De ha a zsaruk meglátják a kezét, akkor lesz egy-két kérdésük. A nagy darab férfi elfordult kissé balra a mosogatótól. Jobb kezét ernyetten lógatta lefelé. Szája úgy megfeszült, hogy a szivar majdnem az orráig emelkedett. Miféle marhaság ez? Dörrent rá. Mit akar maga rám kenni, jó ember? Mi? Állítsa le magát, mondta Steve lassan. A nőt kinyírták. Megfojtották. Odafönt fekszik a földön, az ágy alatt. Az óriás boszorkányos ügyességgel varázsolta elő a pisztolyt az övéből. Steve összevont szemöldökkel nézett a pisztolyra, és nem mozdult. A nagy darab férfi végig musztrálta. Nehéz fickó maga, mondta. Elég sokáig voltam a ringben, van az ilyesmihez tapasztalatom. Maga sem annyira nehéz, mint az ólom. Na kivele, mi van? Bekopogtam hozzá. Semmi válasz. Bementem. Nem volt dulakodásnak nyoma. Már épp el akartam jönni, de előbb megemeltem az ágyat, és ott volt alatta. Holtan, MR Stojanov. Tegye el azt a stukkert. Néhány perce még azt mondta, hogy magának nem szokott baja lenni a zsarukkal. A nagy darab férfi felsóhajtott. Ahogy vesszük, nem mondhatnám, hogy fütyülnek rám. Van néha egy kis balhém. De mondott valamit a kezemről, uram? Steve megrázta a fejét. Az csak vicc volt, mondta. A nő nyakán körömnyomok vannak. Maga tövig lerágja a körmeit. Nem maga itt a hunyó. A nagy darab férfi nem nézett az ujjaira. Hol csápat volt? Verejték csillogott a felső ajkán szakálla fekete borostájában. Még mindig előredőlt mozdulatlanul, amikor kopogás hallatszott odakintről. A széknyikorgás abba maradt, és a nő éles rikácsolása váltotta fel: Hé, hey, Jake! Látogató! Jake Stojanov felkapta a fejét akkor se kelne ki a székből, ha ég a ház morogta. Az ajtóhoz lépett, kisurant rajta, és ráfordította a kulcsot. Steve gyors terepszemlét tartott a konyhában. Mindössze két nyílás volt benne, egy kis ablak magasan a mosogató fölött meg egy csapóajtós szemétledobó. Eltette a név amelyet Stojanova mosogató szélén hagyott, azután előhúzott egy rövid csövű detektív specialt a bal felső belső zsebéből. Akkor dördültek el a lövések a fal túloldalán, tompítottan, de azért épp elég hangosan négyet egybemosott a hangrobbanás. Steve hátralépett, és nyújtott lábbal belerúgott a konyhajtóba. Az ajtó engedett. Steve bezuhant a nappaliba. Az agyagarcú nő előredőlve üldögélt hintaszékében, oldalra billent fejjel. Ellentűz? Kérdezte idétlenül. Jó közelről jött. Biztos a sikátorból. Steve egyetlen ugrással az ajtónál termett, feltépte és kirohant a folyosóra. A nagy darab férfi még lábon állt, lent az előcsarnok üvegajtajánál, amely egy szűk kis utcára nyílt. A falba kapaszkodott pisztolya a lábánál hevert. Aztán bal lába megrodjant, és térdre esett. Nyílt egy ajtó, egy rideg pillantású asszony bámult ki rajta, majd hirtelen becsapta, és kulcsra zárta, a következő pillanatban már bömbölt bentről a rádió. Jake Stojanov elhúzódkodott a bal térdéről, de lába erősen remegett. Visszaroskadt két térdre, felvette a pisztolyát, és az üvegajtó felé vonszolta magát, aztán hirtelen hasra ereszkedett, és úgy próbált továbbkúszni, arca a keskeny előcsarnok futószőnyegét súrolta. Azután nem mozdult többé. Keze szétnyílt, és kiesett belőle a pisztoly. Steve kilökte az üvegajtót, és kint az utcán. Egy szürke szedánt látott tovarobogni megállt, megvetette a lábát, de mire célzásra emelte fegyverét, a kocsi befordult a sarkon, és eltűnt szem elől. Egy férfi rohant ki a szemközti oldalon az egyik házból. Steve tovább szaladt, közben pedig hátrafelé integetett a férfinak, és maga elé mutogatott a távolba. Futás közben visszadugta a pisztolyt a zsebébe. Mire a kis utca végére ért, a szürke szedánnak nyoma veszett. A falhoz lapulva rohant előre, aztán lelassította lépteit, és megállt. Mindenütt csend. A következő sarkon valaki éppen leparkolta az autóját, kiszállt és indult egy vendéglő felé. Steve megvárta, amíg belép, aztán helyére billentette kalapját, és ő is benyitott a zóna vendéglőbe. Bement, leült a pulthoz, és kávét rendelt. Néhány perc múlva szirénázást hallott. Felhajtotta a kávéját, aztán kért még egyet. Cigarettára gyújtott és elindult. Átvágott a hillen az angyaljárat végállomásához. A sikló kocsiában megint csak ő utazott egyedül. Négy. Bildelköi, a Shalotte klub üzletvezetője a sarkán himbálózva ásított egyet az étterem kivilágítatlan ajtajában. Holt idő volt a napnak ebben a szakában, koktélhoz már késő, vacsorához még korán, nem szólva a klub főforgalmáról, amelyet a nagy létekben folyó szerencsejáték képviselt. Deköi jóvágású férfi volt, ékszinkék smokingot viselt, rajta vörös szegfű. Elég magas homloka volt, fekete hajalaktól csillogott, csinos arcvonásai kissé markánsak, és éber barna szemét nagyon hosszú göndör szempilla keretezte. Az előcsarnok ajtaját egy libériás ajtónálló nyitotta ki Steve Graice előtt. No nézd csak, mondta Dakői fogait összekocintva, és a talpára billentette magát. Steve az ajtónál állt, és éppen körbejáratta pillantását a tejüveglapokkal dekorált hosszú előcsarnokban. Az üveglemezeket hajók, egzotikus állatok, sziámi pagodák és indián templomok homokfúvású rajzai díszítették. Az ajtók fényképszerű krómozott keretekbe voltak foglalva. A shalotte klub osztályon felüli hely, a kihallatszó spanyol zene olyan finom volt, akár egy faragott legyező. Deköi Stevehez lépett, és laktól csillogó fejét kissé előre bicentette. Segíthetek? Itt van King Leopardi. Deköi ismét felszegte fejét. Már nem látszott annyira érdeklődőnek. A barátja? Ismerem. Nem munkát keresek, és nem is a rajongója vagyok, ha erre céloz. Deköi a sarkán hintázott. Botfülű ember volt, különben sem becsülte sokra azokat, akik zenéléssel keresnek pénzt. Az ilyesminél sokkal érdekesebb, mondjuk a póker. Halványan elmosolyodott. Az előbb még a bárban volt bökött a bárhelyiség felé erős, szegletes állával kevés vendég volt a meleg és kényelmes, hangulatvilágítású helyiségben. A kis spanyol zenekar egy boltív alatt andalító melódiákat pengetett, amelyek inkább emlékeknek, semmint zenének hatottak. Nem volt táncparkett. Volt egy hosszú bárpult kényelmes székekkel, és kiskerek, műmárványlapos asztalkák nem túl egymás mellett. Pincérek rebdestek asztaltól asztalig, mint a molylepkék. Steve Graice megpillantotta Leopardit a helyiség legtávolabbi sarkában egy lányjal. Mindkét oldalukon volt egy szabad asztal. A nő magasnak látszott, és haja olyan színű, mint a rőzsetű sporfelhőn átnézve. Rajta kacér hegykeséggel félrecsapott fekete bársony sapka két, pettyes tolból készült pillangóval, amelyek hosszú ezüstűvel voltak ráerősítve. Burgundi vörös szövetruhát viselt, és egyik vállán egy legalább két láb széles kék róka volt átvetve. Szeme nagy, sötétkék és szemlátomást bosszús. Egy pohárkát forgatott kesztyűs bal kezében. Leopardi szemben ült vele, és előrehajolva magyarázott valamit. Nagyon deltásnak látszott bolyhos krémszínű sportszakójában. Éppen átnevetett az asztal fölött, amikor Steve melléjük ért. Nevetéséből magabiztos és gunyoros felhang csendült ki. Steve megállt a szomszéd asztalnál. Leopardi felfigyelt a mozgásra. Szemlátomást bosszúsan arra felé nézett, aztán szemet agra nyílt, csillogni kezdett. Két szép formájú kezét az asztalra helyezve közrefogta velük a vizsgáiz poharat. Arcára mosoly terült. Hirtelen hátralökte a székét, és felállt egy ujját felemelve teátrálisan mesterkélt mozdulattal megérintette vékony bajszát, és vontatott hanghordozással, de jól érthetően azt mondta. Te szarházi! Egy férfi az egyik szomszédos asztaltól hátrafordult, és rosszalló pillantást vetett rá. Egy éppen feléjük tartó pincér megtorpant, azután elpárolgott az asztalok között. A lány Steve Graicere nézett, és az ülés kárpityának dőlve megnyálaszta a jobb mutató ujját, és végig simított vele gesztenye szemöldökén. Steve a legnagyobb nyugalommal állt helyén. Arcsontján bíbor vörös folt jelent meg. Halkan megszólalt. Ott hagyott valamit a szállodában. Tessék! Elővett egy összehajtogatott papírlapot a zsebéből, és feléje nyújtotta. Leopardi még mindig mosolyogva elvette tőle, szétnyitotta és elolvasta. Egy sárga lap volt az, a ráragasztott papírfecnikkel. Leopardi összegyűertéje és a földre dobta. Közelebb lépett steve és még hangosabban megismételte. Te szarházi! A férfi, aki előzőleg hátra nézett, most felugrott és szembefordult velük. Fenhangon kijelentette. Nem szeretem, ha ilyen szavakat használnak a feleségem előtt. Leopardi pillantásra sem méltatta. Szakadjon le a feleségével együtt! A férfi arca sötétvörös lett. A társaságában ülő nő felállt, fogta a retiküljét és elhagyta az asztalt. Pillanatnyi tétovázás után férje követte. Most már mindenki őket bámulta a helyiségben. A pincér, aki előzőleg eltűnt az asztalok közölt, kifelé igyekezett az előcsarnokba. Leopardi még közelebb lépett Steve Graicehez, és állomvágta. Steve hátra tántorodott, rátenyerelt egy asztalra, és ledöntött egy poharat. Megfordult, hogy elnézést kérjen az asztalnál ülőktől, mire Leopardi villám gyorsan előreugrott, és újból ütött. De köi lépett a bárba. Úgy tört utat magának két pincér között, hogy majd föllökte őket, és összes fogát kivicsorítva a rendbontók felé tartott. Steve cselezgetett, kikerülte az újabb ütést, és rekettes hangon azt mondta. Várjon egy pillanatra. Nem arról van szó itt. Leopardi ismét támadott, és szájon vágta. Vérszivárgott Steve ajkából. A vörös hajú lánya táskájáért nyúlt, haraktól elfehéredett arccal szedelőzködni kezdett. Leopardi hirtelen sarkon fordult, és távozni akart. Deköi egyik kezét kitette, hogy megállítsa. A trombitás azonban félrelökte az útból, és kifelé igyekezett a bárból. A magas, vörös hajú lány visszatette retiküljét az asztalra, és ledobta zsebkendőjét a földre. Nyugodtan Steve-re nézett, és csendesen azt mondta. Törölje le az álláról a vért, mielőtt az ingére csöpök. Lágy, rekettes, dallamos hangja volt, ezt Steve még ebben a helyzetben is észrevette. Deköi komor pillantással Steve-hez lépett, megfogta a karját, és megszorította. Elég. Kifelé. Steve rá se hederített, lábát megvetve a nőre bámult, közben száját törölgette a zsebkendőjével. Halványan elmosolyodott. De kölyi sem tudta elmozdítani a helyéről. Végül elengedte, intett két pincérnek, akik Steve mögé ugrottak, de nem nyúltak hozzá. A férfi nyelvével megtapogatta ajkát, aztán a mögötte lévő asztalnál ülőkhöz fordult. Igazán sajnálom. De elvesztettem az egyensúlyomat. A lány, akinek az ölébe borult a pohara, egy asztalkendővel itatgatta a ruháját. Felpillantott, és mosolyogva azt mondta. Nem maga tehet róla. A két pincér hirtelen elkapta Steve karját. De viszont megrázta a fejét, mire elengedték. Az üzletvezető Steve mellének szegezte a kérdést. Maga kezdte? Nem. Kiprovokálta, hogy megüsse magát. Nem. A nő a sarokasztalnál lehajolt, hogy felvegye a zsebkendőjét. Elég sokáig piszmogott vele. Végül sikerült előhalásznia, és visszahúzódott a sarokba, az asztal mögé. Fagyosan és hangosan megszólalt. Semmi baj, Bill. Csak King már megint bemutatta, hogyan tud viselkedni a közönség szórakoztatására. Hogyan? Kérdezte, dököi, és elfordította vastag izmos nyakát. Aztán elmosolyodott, és ismét Steve-re nézett, majd megismételte. Hogyan? Steve komoran válaszolt. Háromszor ütött meg. Egyszer hátulról még kivédeni se tudtam. Maga olyan határozott embernek látszik. Hadd lássam, meg tudja csinálni. köi végig musztrálta. Leléphetnek utasította éles hangon a pincéreket. Azok elmentek. Deköi megszagolta a szegfűjét, és higgadtan kijelentette. Mi nem szeretjük a verekedést. Megint rámosolygott a nőre, és elindult az asztalok között. Ide is, oda is szólt egy-egy megnyugtató, bocsánatkérő, magyarázkodó szót. Kiment az előcsarnokba. Steve újból megtapogatta ajkát, zsebre tette a zsebkendőjét, és megállt, szemével a padlót vizslatta. A vörös hajú nő nyugodtan megszólalt, azt hiszem, nálam van, amit keres. Volna szíves leülni. Volt valami a hangjában, amitől Steve úgy érezte, hogy megbízhat benne. Mintha már azelőtt is hallotta volna ezt a dallamos hangot. Leült a lányjal a szemben, ugyanarra a székre, amelyen nemrég még leopardi törpeszkedett. A cethet én fizetem szögezte le a vörös hajú, én itt dogáltam vele. Steve odaszólt a pincérnek. Kólát gyomorkeserűvel. És a hölgy. Udvariaskodott az. Brandit szódával. De kevés legyen a Brandi. A pincér meghajolt és távozott. A lány kacagott. Kóla gyomorkeserűvel. Ezt szeretem Hollywoodban. Az ember annyi idegbajossal találkozik, hogy kész csoda. Steve a szemébe fúrva pillantását, csendesen azt mondta. Én csak alkalmi ivó vagyok, abból a fajtából, aki leugrik egy sörre, aztán Szingapurban ébred kinőtt szakállal. Egy szót sem hiszek ebből. Régóta ismeri Kinget. Az éjszaka találkoztam vele. Volt egy kis nézeteltérésünk. Vettem észre. A lány újból elnevette magát. A nevetése is szép, zengő volt. Adja ide azt a papírt. Jaj, de türelmetlenek maguk, férfiak. Van időnk. A zsebkendőt az összegyűerté sárga lappal kesztyűs kezében szorongatta. Jobb keze középső ujjával a szemöldökét babrálta. Maga nem filmes, ugye? Steve nemleges válaszára vidáman folytatta, én sem. Túl magas vagyok. A férfiaknak sámlira kell állniuk, hogy a keblükre ölelhessenek. A pincér elébük tette az italokat, és kecses mozdulattal karjára vette az asztalkendőjét, és ellibegett. Adja ide szépen azt a papírt, hölgyem. Nem tetszik nekem ez a hölgyem. Zsaru íze van. Nem tudom a nevét. Én se a magáét. Hol találkozott Leopardival? Steve felsóhajtott. A kis spanyol zenekar andalító, melankolikus számot játszott. Steve fejét oldalra hajtva hallgatta. Az ehúr félhanggal le van szállítva, szólalt meg. Nagyon szép effektus. A lány tágra nyitotta a szemét, úgy bámult rá. Soha nem vettem volna észre. Pedig állítólag kiváló énekesnő vagyok. De nem válaszolt a kérdésemre. Tegnap éjjel még házi detektív voltam a szállóban, kezdte Steve lassan. Éjszakai tisztviselőnek neveztek, de igazából házi detektívként dolgoztam. Leopardi ott szállt meg, és kissé elvetette a szájkot. Kidobtam, mire elbocsátottak. Aha, mondta a lány. Kezdem érteni a helyzetet. Ő előadta a nagy kinget, maga pedig a keménykezű házi detektívet. Valahogy úgy. Még mindig nem árulta el a nevét. Steve előhúzta a levéltárcáját, kivette belőle a vadonatúj új névjegykártyát, és átnyújtotta az asztalon. Ivott egy kortyot, miközben a lány elolvasta. Szép név, mondta lassan. De a cím nem valami hangzatos. Nem jó a magányomozó. Nyomozóirodának kéne ott állnia, egész apró betűkkel a bal alsó sarokban. Egész aprók lesznek, vigyorodott el Steve. De most már tényleg kérem! A lány hirtelen átnyúlt az asztalon, és eléje dobta a papírgalacsint. Természetesen nem olvastam el, de mi tagadás, szeretném! Remélem, előlegez nekem annyi bizalmat, ismét a névkártyára nézett, és hozzátette: Steve, az lenne a szép, ha az irodája egy györgykorabeli vagy egy vadonatúj épületben lenne, persze a legjobb környéken. És sokkal feltűnőbben kellene öltöznie. Jessesebben Steve. Aki nem akar feltűnést kelteni ebben a városban, annak feltűnően kell járnia. Rámosolygott a lányra. Mélyen ülő fekete szemében fénygyűlt. A lánya névjegyet a retiküjébe tette, rántott egyet a kék rókáján, és félig kiitta italát. Mennem kell. Intett a pincérnek, és fizetett, aztán felállt. Steve megállította. Üljön vissza. A lány csodálkozva bámult, visszaült a székre, és nekidőlt a falnak. Steve áthajolt az asztalon. Mennyire ismeri Leopardit? Eléggé felszínesen, de régóta. Ám lekötelezne, ha nem faggatózik. Ki nem állhatom a tolakodó embereket. Valamikor együtt énekeltem vele, de csak rövid ideig. Leopardinak nem elég, ha egy nő csak énekel vele. De azért most is itt dogáltak. A nő könnyedén bólintott, és vállat vont. Holnap este kezd itt játszani. Rá akart beszélni, hogy megint lépjünk fel együtt. Nemet mondtam neki, bár lehet, hogy kötélnek állok egy-két hétre. A halotte klub tulajdonosával vagyok szerződésben, övé a rádióállomás is, ahol a legtöbbet dolgozom. A nagy kutya volt őrsz. Kérdezte Steve. Úgy hallom, igazi cápa, és nem korrekt. Még nem találkoztam vele, de szeretnék. Végtére is valami megélhetés után kell néznem. Magát hogy hívják? Tette hozzá a kérdést egy pillanatnyi szünet nélkül, miközben átnyúlt az asztalon, és a nő elétette a galacsinná gyűerté papírt. Dolores hiozza. Steve szótagolva megismételte. Szép név. És tudom, hogy maga szépen is énekel. Sokat hallottam nem csépeli el a számait, mint a legtöbben. A lány kinyitogatta a papírt, és elolvasta lassan, kifejezéstelen arccal. Azután nyugodtan megkérdezte. Kitépte össze? Gondolom, ő maga. A darabok az ő szemétkosarában voltak tegnap éjjel. Miután kiköltözött, összeillesztettem. Van a pasasban kurázsi, vagy olyan gyakran kap ilyesmit, hogy már nem is törődik vele. Vagy azt hitte, hogy csak tréfa az egész? A lánya szemébe nézett, aztán összehajtogatta a papírt, és visszaadta Steve-nek. Meg lehet. De ha olyan pasas, amilyennek mondják, akkor itt nem csupán heről van szó, és a fickó, aki emögött áll, nem egyszerűen csak pénzt akar. Láthatta az aláírást a bátyja. Kinek a bátya? Dolores hiózza vállat vont. Fogalmam sincs. De Leopardi igazán olyan, ami ennek mondják. Nem volna nehéz dolga egy nőnek, aki csőbe akarná húzni, ugye? Főként, ha még pisztoly is van nála. A lány csak bámult rá. Nem. És mindenki segítene neki. Ha a véleményemre kíváncsi, a maga helyében szépen elfelejteném az egészet ha Leopardinak védelemre van szüksége, Wolters jobban meg tudja védeni, mint a rendőrség. Ha meg nem, két érdekel. Maga is határozott nő, miszt hiozza legalábbis bizonyos dolgokban. A lány nem szólt. Arca kissé sápat volt, és nem könyörületességet fejezett ki. Steve felhajtotta italát, hátratolta a székét, és a kalapjáért nyúlt. Köszönöm szépen a meghívást. Miszt Most, hogy megismertem, még jobban fogom várni, hogy énekelni halljam. A mindenit, de szertartásos lett egyszerre, mondta a lány. Steve elmosolyodott. Viszlát, Deloris. Viszlát, Steve. Sok szerencsét. 5. A csípős őszi estén Hollywood és Los Angeles fényei pislogtak. Reflektorok fénycsóvái pásztázták a felhőtlen égboltot, mintha bombázógépeket keresnének. Steve beült a kocsiba, és elindult keletnek, Sunset felé. Vásárolt egy esti lapot, és belelapozott. Egy szó sem állt benne a Court Street 118-ról. Továbbhajtott, megvacsorázott egy kis kávézóban, és moziba ment. Kihéjővet megvette a helyi héráit tribüné reggeli kiadását abban már benne voltak mind a ketten, a megfojtott nő is, a lelőtt házmester is. A rendőrség először azt hitte, hogy Jake Stojanov folytotta meg a lányt. A fekete hajúról azt írták, hogy gépírónő a halála előtti időszakban munkanélküli. Közöltek egy képet Stojanovról, olyan volt, mint a szokásos, retusált rendőrségi fénykép. Azt a férfit keresték, aki közvetlenül a halála előtt beszélt Stoyanofal. A megkérdezettek közül többen is azt vallották, hogy a keresett személy magas volt és kék öltönyt viselt. Ennyiből állt a rendelkezésére álló személyleírás, vagy csak ennyit közöltek belőle? Steve keserűen elmosolyodott, betért egy csésze kávéra, azután felment a szobájába. Már este tizenegyre járt. Alig, hogy kinyitotta az ajtót, csengett a telefon. Megállt a sötétben, mert hirtelennyében nem tudta, merre van a telefon. Azután egyenest bement a sötét szobába, leült egy fotelba, és felvette a készüléket. Füléhez emelte a kagylót. Steve kérdezte a szép, mézengésű halkhang. Feszültség áradt belőle. Én vagyok az. Megismertem a hangját. Hallgatom. Erőtlen, száraz nevetés volt a válasz. Maga aztán detektíva javából. Lehet, hogy tőlem fogja kapni a legelső ügyét. Átjönne most rögtön. Remfrev 2412. Amolyan villatelep. Az én házam az utolsó sorban van, leghátul. Igen. Persze. Mi a baj? Kérdezte Steve. Csend támadt. Egy autó tülkölt kint, a szálloda előtt. Fehér fénycsóva cikázott át a plafonon. A halk hang csak nem szótagolva felelte. Leopardi. Nem bírok megszabadulni tőle. Részegen fekszik a hálószobámban. Aztán artikulálatlan nevetés hallatszott, amely merőben eltért az iménti hangtól. Nem az énekesnő nevetett. Akkor hát kicsoda? Steve olyan szorosan markolta a telefont, hogy belefájdult a keze. Fogai összekocszantak a sötétben. Határozott, tompa, rideg hangon felelte: Jól van, de húsz dollárjába fog kerülni. Az csak természetes. Kérem, siessen! Steve letette a kagylót, és néhány másodpercig nehezen lélegezve üldögélt a sötét szobában. Hátratolta a kalapját, aztán bosszúsan visszalökte a homlokára, és hangosan elnevette magát. A pokolba az ilyen nőkkel. A Remfrev 2412 nem kifejezetten villatelep volt, a héttagú, lépcsősen elhelyezkedő sorházak mindegyike egy irányba nézett, de úgy voltak elrendezve, hogy egyiknek a bejáratától sem lehetett rálátni a másikéra. A sejmes gyepre rávetődött a hold ezüstös fénye. A bejárati ajtóhoz két lépcső vitt, két egy-egy lámpa, a kémlelő ablakon vasrács. Steve kopogására ez kinyílt, és egy lány nézett ki rajta. Kicsi, ovális arca volt, szív alakú szája, kiszedett szemöldöke és hullámos barna haja. Szeme, mint két csillogó gesztenye. Steve eldobta a cigarettáját, és rátaposott. Miszt hiozza vár engem. Steve Graice vagyok. Mist hiozza már nyugovóra tért, uram mondta a lány hegykén lebigyeztve ajkát. Szóljon csak neki, fiam! Hallotta, azt mondtam, hogy vár. A rácsos ablak becsapódott. Steve várakozás közben mogorva pillantást vetett maga mögé a keskeny, ezüstösen csillogó gyepen át az utcára. Rossz érzés kerítette hatalmába. De se baj, húsz dollár megér egy furikázást holtfényben. Kattant az zár, és az ajtó sarkig tárult. Steve belépett a szobalány mellett a meleg, barátságos nappaliba. Egy vörös réz ellenző mögött kandalló állt, nem messze tőle dívány, a sarokban bárpult, rajta rádió. A szobalány feszélyezetten mondta. Elnézést, uram! Miszt hiozza elfelejtett nekem szólni. Tessék helyet foglalni. Hangja halk volt, és gyanakvónak tetszett keresztül ment a szobán. Rövid szoknya és tíz centi magas, tűsarkú cipő volt rajta. Steve leült, kalapját a térdére tette, és bosszus ábrázattal a falat bámulta. Egy lengő ajtó csukódott be nyikorogva. A férfi elővett egy cigarettát, aztán készakarva addig nyomorgatta, míg alaktalan, fehér papírgalacsin lett belőle. Bedobta a kandallóba. Dolores hiozza belépett zöld bársonyruha, hosszú aranyrojtokkal díszített, széles sejemöv. Könnyedén, de mesterkélten elmosolyodott. Arcán friss smink, kékre festett szemhéjai verdestek. Steve felállt és figyelte, ahogy a nadrág alól kikandikáló zöld szatyámbőr papucsok feléje tartanak. Amikor a nő odaért, Steve felpillantott rá, és tompán azt mondta. Jó estét! A nő határozottan ránézett, azután magas, affektáló hangon megszólalt. Tudom, hogy késő van, de maga hozzá van szokva az éjszakázáshoz. Ezért gondoltam, hogy meg kellene beszélnünk. Volna szíves leülni. Kisé oldalt fordította fejét, mintha hallgatózna. Soha nem fekszem le két óra előtt. Ez igaz, szólalt meg Steve. A nő a kandallóhoz lépett, és megnyomott egy csengőt. A következő pillanatban feltűnt a szobalánya boltíves átjáróban. Hozzon jégkockát, agatha! Aztán menjen haza! Későre jár! Igenis, asszonyom! Olyan csend támadt, hogy szinte üvöltött, aztán a magas énekes nő szórakozottan cigarettát vett ki egy dobozból, szájába dugta, Steve meg lomhám végighúzott egy gyufaszálat cipője talpán. A nő miközben cigarettája végét a lánghoz tolta, sötétkék tekintetét szilárdan a fekete szempára szegezte. Könnyedén megrázta fejét. Vagy csak úgy látszott? Visszajött a szobalány egy vörös rész jeges vödörrel. Odahúzott egy alacsony indiai sárgaréz asztalt a dívány elé, kettejük közé, és rátette a jeges vödröt, szifont, poharakat és kanalakat meg egy háromszögletű palackot, amely első osztályú viskájt sejtethetett volna, de ezüst drót háló borította, és dugó volt benne. Dolorist hiozza hivatalos hangon kijelentette. Keverjen egy italt. Steve két pohárral töltött, megkeverte, és az egyiket átnyújtotta. A nő megkóstolta és megrázta a fejét. Túl gyenge, mondta. Steve hozzáöntött még a vizkályből, és visszaadta neki. Ismét bejött a szobalány. Hegyke kalap trónolt hullámos barna haján, és elegáns prémszegélyű szürke kabát volt rajta. Karján fekete brokáttáska, amelyben szükség esetén egy heti élelem is elfért volna. Jó ét, Miss Dolores! Jó ét, Agatha! A lány kilépett a házból, és halkan becsukta az ajtót. Kopogó léptei eltávolodtak a járdán. Azután egy kocsi ajtó nyílt ki és csapódott be, majd felberregett egy motor. Nagyon csendes környék volt. Steve letette a poharát a rézlapra, és az énekesnő szeme közé nézve nyersen azt kérdezte. Ezek szerint lelépett. Igen. A saját kocsián jár haza. A stúdióból az enyémen hoz vissza, mint ma este. Nem szeretek vezetni. Hát akkor, mire várunk? A vörös hajú mereven nézett a kandalóban égő farakásra. Egy izom megrándult az arcán. A következő pillanatban azt mondta: Nem is tudom, miért magát hívtam Voltőrsz helyett. Ő jobban meg tudna védeni. Csak hogy ő nem hinné el. Úgy éreztem, magában megbízhatom. Nem én hívtam ide Leopardit. Azt hiszem, vagy remélem, csak maga meg én tudunk róla, hogy itt van. Volt valami a hangjában, amire Steve önkéntelenül felkapta a fejét. A nő egy kis keményített zsebkendőt vett elő, és a szájához szorította. Hirtelen némár remegni kezdett, mint a nyárfalevél. Steve sietve megszólalt pokolba azzal a gazemberrel. Ott van a pokolban. Micsoda? És ráadásul az én pisztolyom robbant ki belőle, miközben a tekintetét a férfira szegezte. Maga azt mondta, hogy egy nő pisztolyjal könnyedén elintézhetné. Steve elsápadt, és artikulálatlanul megköszörülte a torkát. Hogy miről beszél? Leopardi nem részeg, Steve. Suttogta Dolores. Halott. Sárga pizsamában, az én ágyamban. A pisztolyommal a kezében. Maga sem hitte, hogy csupán csak részeg, ugye? Steve felugrott. Hat. A hálószoba a ház hátsó traktusában volt. A lány elővett egy kulcsot a zsebéből, és kinyitotta az ajtót. Tompított fényű lámpa égett az asztalon, az ablakredőnyök le voltak húzva. Leopardi keresztben feküdt az ágyon. Nagy darab, nyugodt, csendes ember, viasszerű és mesterkélt a halálban. Félig nyitott szeme márványszerűen üveges, mintha soha nem lett volna benne élet. A hátán feküdt. Az összes ágynemű az ágylábához volt hányva. A kingen sárga, kihajtós gallérú pizsama volt, bő és vékony. A mellén sötét lett, amelyet úgy ivott magába az anyag, akár az itatós papír. Csupasz barna nyakán is volt némi vér. Steve rámerett, és szintelen hangon azt mondta. A király sárgában. Szerette a sárga színt. Én csomagoltam össze a holmiát tegnap éjjel. Pedig nem is volt féltékeny természetű. Pedig aki a sárgát szereti, általában elhallgatott. A lánya sarokban beült a fotelba, és a padlót bámulta. Szép szoba volt, modern, szigorúan elrendezett intarziás bútorok, egy cicomás öltözőasztalka, fölötte egy állítható tükör. A sarokban egy üvegasztal, rajta kristályszobor és egy lámpa, akkora ernyővel, amilyet Steve még soha nem látott. Abba hagyta a bámészkodást, és ismét Leopardira nézett. Óvatosan felhúzta King pizsamáját, és szemügyre vette a sebet. A szív tájékon volt, körülötte a bőr megsérült és elszíneződött. Alig folyt ki egy kevés vér. Az áldozat egy pillanat alatt meghalt. Kis automata Mausert szorongatott. Mesteri, mondta Steve, rámutatva. Szó, ami szó, ezt szépen elrendezték. Úgy nézem, közvetlen közelről lőtték le. Még a pizsama felsőjét is felhúzták. Régi trükk. És mellette a mauser. Biztos, hogy a maga pisztolya. Igen. A lány továbbra is a padlót bámulta. Az íróasztalban volt, a nappaliban üres tárral, de volt hozzá töltény. Nem is tudom, minek. Valaki nekem adta egyszer. Azt sem tudtam, hogyan kell megtölteni. Steve elmosolyodott. A lány hirtelen felpillantott, és a mosolyt látva megborzongott. Ha nem akarja, nem kell elhinnie. Tőlem akár a rendőrséget is hívhatja. Steve eltöprengve bólintott, cigarettát dugott a szájába, és ide-oda lögdöste ajkai között, amelyek még most is duzzadtak voltak leopardi ütésétől. Rágyújtott, kifújt némi füstöt, és higgattam felelte. Szó se lehet zsarukról. Egyelőre. Csak mondja el, mi történt. A vörös hajú belekezdett. Tudja, egyenes adásban énekelek. Hetente három este, egy negyedórás autós műsorban. Ma is ott voltam. Agathával együtt érkeztem haza, valamivel fél tizenegy előtt. Az ajtóban eszembe jutott, hogy nincs itthon szóda, mire visszaküldtem a lányt a boltba három utcányira innét, és egyedül léptem be a házba. Valami fura szak terjengett. Mintha több ember járt volna itt. Amikor beléptem a hálószobába. Így feküdt, ahogy most. Nem tudtam, mit évő legyek. Még ha sikerül is tisztáznom magam a törvény előtt. Steve csípősen kérdezte. Mégis, hogy juthatott be ide. Gőzöm sincs. Bezártam az ajtót. Azután levetköztem, miközben ez itt feküdt az ágyamon. Kulcsra zártam az ajtót. Agatha közben visszajött, de nem hiszem, hogy észrevette volna. Minden esetre a zuhanyozás kissé magamhoz térített. Aztán felhajtottam egy italt, bejöttem ide, és felhívtam magát. Elhagatott és mutató ujját megnyálazva végig simított a szemöldökén. Ez minden, Steve. Ez az agatha a legkíváncsibb fajtából való vagy tévedek. Steve odalépett az ajtóhoz, és megnézte a zárat. Lefogadom, hogy három vagy négy kulcs is van ebben a házban, ami nyitja ezt a zárat. Sorra járta az ablakokat, és megrángatta a kilincseket, szemügyre vette a redőnyöket. Szerelmes volt Leopardi magába. A nő hangja élesen, csak nem haragosan csattant. Ő soha egyetlen nőbe sem volt szerelmes. Szám Franciscóban, amikor a zenekarával énekeltem egy darabig, kevertek valami ostoba plegykát rólunk, ami reklámfogás volt. És minden alapot nélkülözött. Azt élesztette itt újra a sajtó, hogy előkészítse az ő fellépését. Ma délután is azt magyaráztam neki, hogy nem tűröm, hogy engem bárki kapcsolatba hozzon vele. A magánélete készfertő volt. Bűzlött. Az egész szakma tudja. A magáé volt az egyetlen hálószoba, amelyikbe nem tudott bekéretkedni. A lány vörös haja tövig elvörösödött. Pocsék dolog ilyet kérdezni folytatta Steve. Tudom, de minden körülményt fontolóra kell vennem menjen a nappaliba, és igyék valamit. A lány felállt, és farkas szemet nézett vele. Nem én öltem meg, Steve. És nem én engedtem be a házba. Nem tudtam, hogy idejött, és azt sem, hogy valamiért ide készült. Akár hiszi, akár nem. Ráadásul Leopardi volt a legutolsó ember ezen a világon, aki önkezével vetett volna véget kellemes életének. Igaza van, angyalom, mondta Steve. De most menjen, és igyék valamit. Ezt az embert meggyilkolták, és megrendezték a helyszínt, és most menjen szépen ki. Steve szótlanul és mozdulatlanul állt a helyén, míg neszezést hallott a nappaliból, amiből tudta, hogy a lány átment aztán elővette a zsebkendőjét, kihámozta a pisztolyt Leopardi jobb kezéből, és alaposan megtörölgette, széttépve a képes új szágot, és kidobta, kiborította az összes töltényt, és egyenként letörölgette, újra megtörölte a pisztolyt, és visszahelyezte Leopardi élettelen kezébe. Azután hagyta a kezet természetes eséssel visszahanyatlani az ágyra áttapogatta az egész ágy neműt, míg rábukkant a kilőtt golyóra, letörölte és visszatette. A bolyhos krémszínű zakó a szekrényben egy akasztón lógott, sötét szürke nadrág, sárga ing és bordónya társaságában. Az akó melzsebéből egy zsebkendő kandikált ki, színe megegyezett a nyakkendőjével. A szekrény aljában egy pár drap antilop sportcipő és szokni és közvetlenül mellette egy sárga szaténsort, egyik szárán széles fekete monogram. Steve óvatosan végig tapogatta a szürke nadrágot, és elővette a zsebéből egy bőr tartót. Kiment a konyhába. A masszív konyhajtó erős, rugós zárában benne volt a kulcs. Steve kihúzta, és egymás után belepróbálta a zárba a kulcsomon lógó kulcsokat, de egyik sem talált bele, így visszadugta az eredeti kulcsot, és ismét bement a nappaliba. Kinyitotta a bejárati ajtót, kilépett és becsukta maga mögött anélkül, hogy ránézett volna a dívány sarkában kuporgó lányra. Addig próbálgatta a kulcsokat a zárba, míg végül megtalálta a beleillőt. Újra bement a hálószobába, visszatette a kulcstartót a szürke nadrág zsebébe, és átment a nappaliba. A még mindig mozdulatlanul kuporgó lány ránézett. Steve nekidőlt háttal a kandalló párkánynak, és megszívta a cigarettáját. Agatha végig magával volt a stúdióban. Azt hiszem, igen. Szóval Leopardinak kulcsa volt. Azt ellenőrizte, ugye? Igen. Régen dolgozik magánál agatha. Egy éve. Lopkod. Úgy értem, apróságokat. Dolorist hiozza fásultan vállat vont. Mit számít az? A legtöbb azt csinálja. Arckrémet vagy púdert, egy-egy zsebkendőt, egy pár harisnyát. Úgy veszik, hogy az ilyesmi szinte jár nekik. Agatha is úgy hiszi erősítette Steve. Éjszaka dolgozom, gyakran járok haza, nagyon későn folytatta a lány, az öltöztetőnöm és a szobalányom egy szemében. Mit tud még róla? Használt kábítószert. Szokott piálni. Jönnek rá nevetési rohamok. Nem hinném. De mi köze ehhez az egészhez? Ő adta el valakinek a maga lakás kulcsát, ez nyilvánvaló. Nem maga és nem a tulajdonos adott neki kulcsot, hanem agatha. Érti már? A nő megütközött arcot vágott. Ajka alig észrevehetően megremegett. Itala érintetlenül állt előtte. Steve átnyúlt érte, és ivott belőle egy kortyot. Az időnket vesztegetjük, Steve. Ki kell hívni a rendőrséget. Nincs mit tennünk. Nem vagyok előkelő, de becsületesnek születtem. Azt hiszik majd, hogy féltékenység. Jelenet volt köztünk, mire én agyonlőttem az ágyamban, és kész. Ha sikerül bebizonyítanom, hogy nem én tettem, elhíreztelik, hogy öngyilkos lett az ágyamban. Akkor is tönkre vagyok téve. Se így, se úgy nem úszom meg a botrányt. Steve Suttogóra vette a hangját. Figyeljen! Az anyám ilyenkor mindig így csinált. A szájára tette ujját, majd elmosolyodott, és így szólt. Elmegyünk Valtershez, vagy maga megy egyedül. Ő összecsődíti a kopóit, akiket pedig kihagy, azok sem fogják átszokogni az éjszakát riporterekkel az ölükben. Szép csendesen belopóznak, mint minisztránc gyerekek. Volters el tudja intézni a dolgot. Erre számítottak én most megyek, és idehozom agat hát, mert személyleírást akarok a pasasról, akinek a kulcsot eladta még hozzá gyorsan. De maga húsz dollárral tartozik, amiért ide fárasztott. Nehogy elfelejtse. A magas nő felállt. Maga aztán tudja, mitől döglik a légy mosolygott. Miért olyan biztos abban, hogy leopardit meggyilkolták? Mert nem a saját pizsamája van rajta. A sajátján rajta van a monogramja. Én csomagoltam össze a holmiát tegnap éjjel, mielőtt kidobtam a káltomból. Öltözzék, angyalom, és mondja meg Agatha címét. Bement a hálószobába, fogott egy lepedőt, hogy letakarja Leopardi holtestét, de mielőtt teljesen ráengedte volna, utoljára szemügyre vette a viasszerű arcot. Szemét alak voltál, de vérbeli zenész. Egy kis, favázas háza a Brighton Avenue és Jefferson sarkán, keskeny betonsétány vezetett a kapujáig. Steve felment a lépcsőn, és ránézett a széles, utcai ablak fénykeretes teredőnyére. Bekopogott. Csoszogó léptek hallatszottak, végül kinyílt az ajtó, és egy asszony bámult ki a lyukacsos védőrácson keresztül. Idős, kövér asszony volt, bodorított őszhajjal. Formátlan alakját pongyolat akarta. Egy tar koponyája férfi üldögélt mögötte az asztalnál. Mindkét kezét az ölében tartva szórakozottan ropogtatta új ízületeit. Nem nézett az ajtó felé. Miszt hiozzától jövök, mondta Steve. Maga agadha édesanyja. Nincs itthon, uram. A férfi kárörvendőn bihogni kezdett. Miszt hiozza kisé gyengélkedik arra számított, hogy agat, ha visszamegy, ás nála marad éjszakára. A savó szemű ismét felvihogott. Még nem jött haza. Apa meg én őt várjuk. Addig maradozik ki, míg beteggé nem tesz minket, siránkozta az asszony. Az öregember recsegő, éles hangon felcsattant. Addig csavarog, míg el nem kapják a zsaruk. Apa az egyik szemére vak, magyarázta az asszony attól ilyen. Bejön. Steve megrázta a fejét, és úgy forgatta kalapját a kezében, mint valami félénk tehénpásztor. Hová mehetett? Piálni valami rossz alakkal. Vihorázta a pasas. Ha jobban látnék, szíjat hasítanék a hátából. Megmarkolta a széke karfáját, és az erek kidudorodtak a kezefején. Aztán sírva fakadt. Könnyek csordultak lefelé az arca fehér borostáján. Az asszony hozzálépett, elvette tőle a zsebkendőt, és megtörölte vele az arcát. Sok helyen lehet, mondta steve -nek. Nagy ez a város, uram! Fogalmam sincs, hova mehetett. Steve ostobán mondta, még felhívom magát. Ha közben hazajönne, szóljon neki. Mi a számuk? Mi is a telefonszámunk, apa? Szólt hátra a válla fölött az asszony. Nem mondom meg, dörmögte az öreg. Közben eszembe jutott, szólt hirtelen az asszony. Steve megköszönte és visszaindult a fehér járdán az utcára. Hanyag pillantást vetve a szemközti oldalra már épp be akart szállni a kocsiába, de hirtelen mozdulatlanná dermedve kapaszkodott az ajtóba. Azután szemügyre vette a keskeny bejáratú utcát. A házak szinte teljesen egyformák voltak, de a szemközti oldalon az egyiknek kiadó felirat volt az utcai ablakán. Bár a ház elhanyagoltnak és teljesen lakatlannak látszott, kocsi feljáróján szép, fekete sportautó állt. Ej, ha suttogta Steve. Hát nem különös. Keze a zsebében lapuló pisztoly agyán. A kis autóhoz érve, fülelve megállt csendesen a bal oldala mellé lépett, hátra pillantott az utcára, azután benézett a sofőrül és nyitott ablakán. A lánya volánnál ült, csak a fejedőlt kisé természetellenes módon az ajtókeretnek. Kis piros kalapja és prémszegélyű szürke kabátja most is rajta volt. A rávetődő holdfényben szája nyitva volt. Nyelve kilógott, és gesztenyebarna szemetágra szemet ágra merett. Steve nem ért hozzá. Fölösleges volt alaposabban szemügyre vennie, tudta, hogy csúnya zúzódások égtelenkednek a nyakán. Csúnyán intézik el a nőket, ezek a valakik morogta. A lány nagy, fekete brokát táskája a mellette lévő ülésen tátongott, akár a szája, ugyanúgy, ahogy Miss Marilyn Delorme szája, és mellette, az ágy alatt a piros táskája. A férfi lassan behúzódott egy kis pálmafa alá, aztán lehátrált a kocsi feljáró aljáig. Az utca üres volt és kihalt, akár egy színház záróra után. Visszalopózott a túloldalra a kocsiához, beszállt és elhajtott. Világos. Egy lány késő éjszaka egyedül hazafelé igyekszik, amikor egy nehéz fiú feltartóztatja és megfojtja. Pofon egyszerű. A legelső arra haladó járőrkocsinak azonnal feltűnt volna, ha észreveszik a kiadójelzést. Steve keményen beletaposott a gázba, hogy minél távolabbra kerüljön a helytől, így utólag is borzongás fogta el. Aztán bement egy éjjel-nappal nyitva tartó patikába, és behúzta a hátsó sarokban álló telefonfülke ajtaját. Bedobott egy ötszentest, és feltárcsázta a rendőrséget. Amikor az ügyeletest kapcsolták, száraz hangon beszélni kezdett. Kérem, őrmester, írja, amit mondok, Brighton Avenue, 32100 tömb nyugatra, egy üres házkocsi felhajtóján. Megvan? Igen. Na és? Egy autó és benne egy halott nob, mondta Steve, és letette a kagylót. Hét. Kuilan, a nappali főportás és egyben a kerötön Hotel igazgató helyettese éjszakai műszakban dolgozott, hiszen Miller, az éjszakai portás egy hét szabadságra ment. Fél kettő volt, teljes csend és nyugalom. Kuilan unta magát. Már rég elvégezte összes tennivalóját. Az éjszakai inas is befejezte már a takarítást, és visszavonult. A lift, mint rendesen, most is kivilágítva és nyitva állt. A csarnokban kifogástalan rend volt, a lámpák tompított fényjeléktek. Kujlan alacsony, köpcös férfi volt, vizenyűsen csillogó szemmel, amely mindig barátságos, de kifejezéstelen volt. Sápat kezét összekulcsolva tartotta maga előtt a pult márványlapján. Alacsony termete miatt úgy tudott támaszkodni, hogy ne keltse azt a benyomást, mintha pihenne. Szórakozottan bámulta az előcsarnok szemközti falát. A főbejárat sárga rész foglalatú lengőajtaja bevágódott, és Steve Grajc elépett be rajta könnyű felöltőben, feltűrt gallérral. Ébernek és tökéletesen festelennek látszott. Odaballagott a pulthoz, és megkopogtatta. Ébresztő! Kujlan automatikusan megszólalt. Egy ágyas fürdőszobásom nincs, azután valóban felébredt. Nicsak, Steve! Hallom, sikerült kettévágnia a gordiuszi csomót, erre magát is kivágták. De hát ilyen az élet. Jó, jó. Van új éjszakai detektívje. Nincs rá szükségem, Steve. De lesz, amíg egy olyan öregróka, mint maga egy folyosóra tesz prostikat a leopardi féle emberekkel. Kuilan félárbocra eresztette szemhéját, aztán ismét az előbbi irányba nézett. Közönösen azt mondta. Én nem, pajtás. De mindenki követhet el tévedést. Miller eredetileg könyvelő, nem portás. Steve kihúzta magát, és arcára teljes nyugalom költözött. A füst szinte lógva maradt a cigarettája végén. Szemei olyanok voltak, mint két fekete üveggolyó. Kicsit csalárdul elmosolyodott. Akkor maga miért adott Leopardinak 4 dolláros szobát a nyolcadikon, ahelyett, hogy 28 dolláros tetőlakosztályban helyezte volna el? Kujlan visszamosolygott rá. Nem én adtam szobát Leopardinak, öreg fiú. Van még kérdése? Üres volt a 813-as tegnap éjjel. Javítás alatt állt, így üres volt. Valami baj volt a vízvezetékkel. Kidöntött úgy, hogy javításra szorul? Kuilan kifürkészhetetlen szeme elfordult, és furán megmerevedett. Akkor én megmagyarázom, folytatta Steve. Leopardi a 815. ösben lakott, a két lány pedig a 811. esben. Csak a 813-as választotta előket. Valaki behatolt a 813-asba, és elfordította a szobákat összekötő ajtókon a reteszt. Ha pedig a két szomszédos szobalakúi is ezt tették, kiki a maga oldalán egy egész lakosztályt nyertek. Na bum! Feleltek újlan. Átvágtak bennünket nyolc dollárral. Ennél jobb szállodákban is előfordul ilyesmi a szeme álmosnak látszott. Ezt Miller is megtehette, makacskodott Steve. De a pokolba is nem látom benne a logikát. Ez nem rával kockára tenni az állását egy dollár borra valóért. Rendben van, Sherlock Holmes szólt Kuilan, lökje ki végre, hová akar kiukadni. A 811-esben az egyik lánynak pisztolya volt. Leopardi pedig kapott egy fenyegető levelet. Széttépte. Kihaláztam a darabjait a szemétkosárból. Ha jól sejtem tette hozzá, Leopardi egész zenekara kiköltözött innét. Természetesen. A Normandiába mentek. Hívja fel a Normandiát, és kérje Leopardit. Ha ott van, még most is piái. Valószínűleg társasággal. Miért? Kérdezte halkan Kuilan. Miért hívjam fel? Mert maga rendes ember. Ha Leopardi szól bele, tegye le a kagylót. Steve szünetet tartott, és keményen megcsípte a saját állat. Ha nincs ott, próbálja megtudakolni, hova mehetett. Kujlan felegyenesedett, ismét hosszú, nyugodt pillantást vetett Steve-re, és hátré ment a katedrál üvegfal mögé. Steve mozdulatlanul hallgatózva állt, egyik kezét ökölbe szorítva lógatta maga mellett, a másikkal hangosan dobolt a márványpulton. Két perc elteltével Kujlan visszajött, és újból e pultra dőlve mesélte. Nincs ott. Buli van a lakosztályában, tök részegek és hangoskodnak. Egy pasassal beszéltem, aki még elég józan. Azt mondta, hogy Leopardit elhívták tíz óra körül telefonon valami lány. Ő meg kicsipte magát, és elrohant. Állítólag valami oltári hancúrra számított. Az ütős, szóval, a dobos volt még annyira józan, hogy mindezt elmesélje. Maga igazi haver bólintott Steve. Nem bírom megállni, hogy ki ne pakoljak magának. Keserű dolog ez, szerettem ezt a helyei. Hát, köszönöm. Elindult a kiárat felé. Kuilan megvárta, míg ráteszi kezét a kilincsre, aztán utána szólt. Steve megfordult és visszasétált hallottam, hogy Leopardi magára lőtt. Nem hiszem, hogy erről feljegyzés készült. Senki sem jelentette. És szerintem Péterz is csak akkor értette meg, amikor meglátta a tükröt a nyolcadikon. Ha hajlandó lenne visszajönni, Steve. Steve megrázta a fejét. Köszönöm az ajánlatát. Amikor tudomást szereztem a lövöldözésről, tette hozzá Kuilan, eszembe jutott egy eset. Két éve egy lány agyonlőtte magát a 815. ösben. Steve úgy kapta fel erre a fejét, mintha ismét csak lőttek volna. Miféle lány? Nem tudom. Nem emlékszem az igazi nevére. Egy lány, aki egy sor borzalmas hányattatás után meg akart halni egy tiszta ágyban egyedül. Steve átnyúlt a pulton, és megfogta Kuilan karját a szállodai archívum mondta reszelős hangon. Az új szákcikkeknek mindennek, ami az ügyjel kapcsolatos, benne kell lennie. Látnom kell azt az anyagot. Kuilan hosszasan rámerett. Bármit is forgat a fejében, pajtás, úgy érzem, jó helyen tapogatózik. Ami igaz, az igaz. Nekem pedig már tele van a hócipőm az gyilkosságokkal. Megnyomta a pulton a hívócsengőt. A lift melletti fülke ajtaja kinyílt, és az éjszakai inas ügetett feléjük az előcsarnokon át. Bólintott és Steve-re mosolygott. Vegye át a portát, fiam! Utasította Kuilan. MR. Peters irodájába megyek. A széfhez lépett és kivette a kulcsokat. Nyolc. A kis háza hegyoldalban állt, ezüstfenyők, tölgyfák és cédrusok gyűrűjében. Masszív építmény volt, kőkeménnyel. Az októberi holdfény sejtelmes fénye kristálytisztán megvilágította minden részletében, csupán a színei mosódtak egységes szürkévé. Egy út végén épült, negyed mérföldnyire a legközelebbi lakott településtől. Steve kikapcsolt reflektorral kanyarodott a házhoz vezető útra. Hajnali öt volt. A ház közelébe érve megállt, kiszállt a kocsiból, és nesztelen léptekkel átvágott a gyepen. Az út mentén garázs állt, amelytől ösvény vitt tovább a házikó tornácáig. A garázs nem volt bezárva. Steve óvatosan besurrant egy autó sötét tömege mellé, és megérintette a motorház tetejét. Még meleg volt. Elemlámpát húzott elő a zsebéből, és végigpásztázta a kocsit. Porlepte, szürke szedán, a benzinmérője alacsonyan állt. Világosság derengett a behúzott függönyök mögül. A tornác magas volt, a bejárati ajtón tolózár. Steve mély lélegzetet vett, és bekopogott. Egy pillanatra megérintette a kabátja belső zsebében lapuló pisztoly agyát, aztán visszahúzta kezét. Szék kordult, majd halk lépések közeledtek. Steve az ajtóhoz hajolva válaszolta. Steve vagyok, George. Maga már ébren van. Kulcs fordult a zárban, és az ajtó kinyílt. George Miller, a Carrotton Hotel mindig portása most kopott nadrágot és vastag, kék, magas nyakú pulóvert viselt. Nyírott, fekete bajusza borzas szörcsikként virított sápat arcában. Két csupasz villanykörte lógott a szoba túloldalán tűz pislákolt a nagy, nyitott kandallóban. Miller halk, reket hangon csodálkozott. Micsoda kellemes meglepetés. De hogy sikerült megtalálnia minket? Jöjjön már be, no! Steve belépett, és Miller bezárta az ajtót. Városi szokás tette hozzá elmosolyodva. A hegyekben senki nem zár semmit. Üljön le! Melengesse meg a lábát! Hideg van odakin ilyenkor. Bizony értett egyet, Steve. Hűvös a hajnal. Kabátját és kalapját az asztalra tette, és beleült a nagy, fekete bőrkarosszékbe. A tűz fölé tartotta a kezét. Hogy az ördögbe talált meg minket, Steve? kérdezte Miller. Steve nem nézett rá. Nyugodtan válaszolta. Hát, nem éppen könnyen. Tegnap éjjel maga mesélte, hogy van itt a hegyen a bátyjának egy házikója. Gondoltam, eljövök reggelire. A cestlinei fogadós nem ismeri az itteni háztulajdonosokat. Telefonáltam egy garázsba, de ott sem tudtak semmiféle millarházról. Azután egy alacsony ember, aki erdőkerülő, helyettes serif, fával, benzinnel meg mivel kereskedik, jött szembe a kocsiával. Szám Bernandinóba indult benzinért. Rokon emberke. Amint kiejtettem a számon, hogy a maga bátyja volt, összeállt neki a kép. Így most itt vagyok. Miller megtapogatta a bajuszát. Agyrugók nyikordultak a másik szobában. Persze, még mindig a ringbeli nevén. Gafteli néven ismerik. Mindjárt felkeltem és iszunk egy kávét azt hiszem, egy csónakban evezünk. Megszoktuk az éjszakai munkát, és nem tudunk aludni. Én egyáltalán le se feküdtem. Steve lassan ránézett, aztán elfordította a tekintetét. Egy érdes hang szólalt meg mögöttük. Ki ez a legény, George? Steve óvatosan felállt és megfordult. Önkéntelenül a férfi kezére pillantott. Nagy lapát tiszta, de durva és csúnya. Nagy darab, vöröses hajú férfi, lötyögő, házi háziköntöst viselt pizsamája fölött. Pergamenszerű, kifejezéstelen arcának mindkét oldalát sebb helyek tarkították. Keskeny, fehér forradások. Orra szétlapított és vastag. Mintha életében több ütést kapott volna, mint amennyit adott. Csak a szeme hasonlított valamelyest millaréra. Steve Graice felelte az öccse. Az éjszakai tisztviselő volt tegnap hajnalig a szállodában. Gafteli Stevehez lépett és kezet nyújtott. Örvendek mondta. Magamra kapok valamit, és már tömhetjük is a bendünket. Jól kialudtam magam. De ez a tökfej George egész éjszaka le sem a szemét. Visszament a szoba túlsó végébe az ajtóhoz, amelyiken kijött. Megállt, egy öreg fonográf fölé hajolt, és bedugta nagy kezét a papírborítós lemesztorony mögé. Abban a helyzetben maradt mozdulatlanul. Semmi újságállás ügyben, Steve. Lehet, hogy butaság, de felcsapok magándetektívnek. Nem nagy üzlet, ha csak nem lesz hozzá egy kis reklámon. Vállalt, vont. Azután a legnagyobb nyugalommal ugyanolyan hangon hozzátette. King Leopardit lepufantották. Millarnak leesett az álla. Úgy maradt át szájjal vagy egy percig, mozdulatlanul, a szemét meresztve. Gafteli a falnak dőlve bámult, de arcizma sem rezdült. Miller végül megszólalt. Lepufantották? Hol? Csak nem. Nem a szállodában, George. Az kínos lett volna, igaz? Egy lány lakásán. Méghozzá egy tisztességes lány lakásán. Nem ő csalta oda Leopardit. A régi öngyilkosságtrükk csak hogy nem fog bejönni. A lány az ügyfelem. Miller nem mozdult. A nagy darab sem. Steve nekidőlt a kandalló kőpárkányának. Halkan folytatta. Tegnap délután elmentem a shalottetlubba, hogy találkozzam Leopardival. Hülye ötlet volt, mert nem én tartoztam neki bocsánatkéréssel. Egy nővel ült a bárban. Behúzott nekem hármat, azzal távozott. A lánynak nem tetszett a dolog. Beszédbe elegyedtünk. Aztán tegnap este felhívott telefonon és közölte, hogy Leopardi szóval odamentem. Holtam feküdt a lány ágyán, sárga pizsamában. A nagy darab felemelte bal kezét és hátra a haját. Miller lassan beljebb hajolt az asztalon, Ajka megrándult a nyírott, fekete bajusz alatt. Csúnya dolog. Reket volt a hangja. A nagy darab megszólalt. Úgy sem lehet rajta segíteni. Csak hogy az nem Leopardi pizsamája volt, folytatta Steve kissé élesebben. A sajátján monogram volt, nagy fekete betűkkel. És szatémból volt, nem sejemből és bár pisztoly volt a kezében, nem ülődte szíven magát. A rendőrség majd megállapítja. A gyilkosságot a szállodában kellett volna végrehajtani, tegnap éjszaka. Csak hogy én kitettem a szűrét, mielőtt még a fekete hajú lánya közelébe férkőzhetett volna, így van, George. Nem értem, miről beszél, hebegte Miller. Tudja jól, George, hogy miről beszélek a olyan költői igazságszolgáltatás lett volna, ha King Leopardit a 815. ös szobában csinálják ki. Hiszen abban a szobában lőtte magát agyon egy lány két évvel ezelőtt. Smith néven jelentkezett be. Mindenki évtaliként ismerte. A valódi neve pedig év Miller volt. A nagy darab a gramofon fölé görnyedve motyogta. Volt egy húgunk, akit Evenek hívtak és agyonlőtte magát a kártomban. Steve ravaszkás mosolyjal folytatta. Nézze, George, maga azt állította, hogy Kuilan tette a lányokat a 811-esbe. Maga tette őket oda. Azt mondta nekem, Leopardi azért vett ki szobát a nyolcadikon a helyet, hogy első osztályú lakosztályba költözött volna, mert pénzszűkében volt. Nem volt pénzszűkében mindegy volt neki, hogy hol lakik, csak nő legyen a közelében. És magának gondja volt erre. Maga tervelte ki az egészet. Még Petest is rávette, hogy írjon Leopardinak, kérje, hogy a káratomba szálljon meg, ha idejön azzal, hogy ugyanaz az ember a tulajdonos, aki a salotte klubé. Mintha egy valtásféle nagy kutyát érdekelne, hogy hol száll meg egy zenekari szólista. Miller arca hol csápadt és kifejezéstelen volt. Hangja megtört. Steve az Istenért miket beszél? Hogy az ördögbe tudtam volna Sajnálom, Pajtás! Szerettem magával dolgozni! Igazán kedveltem magát! Azt hiszem, még mindig kedvelem. De nem kedvelem az olyan embert, aki nőket folyt meg, vagy nők jó hírét teszi tönkre azért, hogy elterelje a gyanút a saját személyéről és a bosszúból elkövetett gyilkosságáról. Karja hirtelen felemelkedett, de megállt a levegőben, amikor Gaf megszólalt. Nyugalom. Kihúzta kezét a lemesztorony mögül. Egy 45-ös coltot tartott benne. Világéletemben ócska, korrupt hülyének tartottam minden szállodai detektívet. A maga esetében úgy látszik, tévedtem. Van sütnivalója. Fogadok, hogy még a Corut Street 118-ba is kiugrott. Igazamban. Steve egyenest a hatalmas coltra nézett. Úgy van. Láttam a lányt holtan, a maga új nyomaival a nyakán. Ezt nem lesz nehéz megállapítani, pajtás. És ugyanazzal a módszerrel megölte Dolores híozza szobalányát. Hiba volt ha összehasonlítják a két áldozat nyakán levő új nyomokat, egyből rájönnek, hogy a maga által felbérelt pisztolyos fekete lánya káretomban volt tegnap éjjel. Akkor már is összeáll előttük a történet. A szállodában szerzett információk birtokában nem tévedhetnek. Két hetet adok magának. Legfeljebb. Miller megnedvesítette kiszáradt ajkát, és azt suttogta. Nem lóverseny, Steve. Ráérünk. A dolgunkat megtettük. Ha nem is tökéletes, hanem csúnya munka volt. Hirtelen kirobbant, Leopardi utolsó szemét volt. Nagyon szerettük a húgunkat, és ő elzüllesztette. Szegény, tiszta tekintetű kislány volt, bedőlt annak a piperkőt szarházinak, aki kirúgta őt egy rohadt, vörös hajú tánád a miatt. Mert az jobban tetszett neki és év kétségbeesésében végzett magával. Steve kemény éllel kérdezte. És maguk mit csináltak ez alatt? Malmoztak. Nem voltunk itt, amikor történt. Hosszú időbe telt, amíg megtaláltuk a magyarázatot. Ezért érdemes volt megölni négy embert, bólintott gúnyosan Steve. Ami pedig Doloriszt hiozzát illeti, ő semmiről sem tehetett sem akkor, sem azután. De maguk őt is belekeverték a tetves kis vérbosszújukba. Undorodom magától, George. Mondja meg a D. birkózó bátyjának, hogy nyugodtan folytassa a mészárlást. A nagy darab elvigyorodott. Elég a dumából, George. Motozd meg, van-e nála stukker? Steve a 45-ösre merett. Arca csontkeményé merevedett. Ajka szegletében halvány, fagyos gúnymosoly, szeme hidegen sötét lett. Nehogy fedezd a barátodat! Fenyegetőzött a bokszoló. Megkerülte az asztalt, és Steve mellé lépve egyik kezével megtapogatta a zsebeit. Hátralépett és rámutatott. Ott, abban. Eredj onnét! Vakkantott Gavteli. Határozott léptekkel odament Stevehez, és hatalmas koltját keményen a gyomrának szegezte. Felemelte bal kezét, és kihúzta a detektív specialt a belső melzsebéből. Farkas szemet nézett Stevevel. Fogd meg, George! Nyújtotta Steve pisztolyát. Miller elvette tőle a pisztolyt, visszament a nagy asztal túloldalára, és megállt a sarkánál. Gafteli elhátrált Steve-től befellegzett magának, nagyokos okos mondta. Maga is tudja. Steve csak állt, földbe gyökerezett lábbal és torsz félmosoly rángatózott a szája sarkában. Merev, némi kép eltöprengő tekintettel bámult Gaff teli pisztolyára. Megőrültél, Gaff? Kérdezte Miller. Hangja szintelem volt, hiányzott belőle a megszokott fátyolosság. Steve kisé oldalt fordította fejét, és Millare nézett. Igen, George, maguk csak piti emberek. Két piszkos szadista, akik a bosszúálló szerepében tetszelegnek egy elcsábított lány miatt. Két bunkó, és ebben a percben gyakorlatilag már hullák, rothadó hullák. Gafteli elnevette magát, és hüvelykujjával kibiztosította a coltot. Na imádkoz, fiú! Miből gondolja, hogy lepufanthat? Nincs benne töltény. Kénytelen lesz engem is úgy elintézni, mint azokat a nőket, kézzel. Maga folytogató. Steve igyekezett a bokszolót kihozni a sodrából. A nagy darab pillantása lefelé vetődött és elhomályosult. Azután hahotában tört ki. Egy nyavaját. Röhögte. Ide nézzen, Steve mellének szegezte a revolvert, és meghúzta a ravaszt. Az ütőszeg szárazon kattant az üres tölténytáron. Gaff arca eltorzult. Egy másodperc töredékéig egyikük sem mozdult. Azután Gaff kissé megemelt sarokkal lassan elfordult, és az öcsére nézett. Szinte gyengéden kérdezte. Te tetted, George? Miller megnedvesítette ajkát, és nyelt egyet. Hápogott, csak nehezen tudott megszólalni. Igen, gaf. Az ablaknál álltam, amikor Steve kiszállt a kocsiából. Láttam, hogy bemegy a garázsba. Tudtam, hogy az autó még meleg, ő meg mindenre rájött. Elég volt az öldöklésből. Miller fölemelte a kis special detektív csövét. Gafnak kidüllett a szeme. Megbűvölve bámult, vadul feléje ütött, az üres coltal hadonászva. Miller erőt vett magán. Gyenge hangon, mint egy öregember, azt mondta. Ne haragudj! A pisztoly háromszor ugrott meg. Füst gomolygott kifelé a csövéből. Egy eléget hasábfa leesett a kandallóban. Gafteli különös mosolyjal előre görnyett, és némán megállt. Hatalmas lapát kezét a gyomrára szorította és lassan, rekettes hangon nyögte. Jól van, azt hiszem én. Hangja elnyúlt, és lábai rogyadozni kezdtek. Steve egy ugrással Miller mellett termett, állón ütötte. A nagy darab még mindig dőlt, olyan lassan, ahogy a fák dőlnek. Miller átpördült a szobán, neki esett a falnak. Egy kék-fehér tányér lepottyant a polcról, és összetört. A pisztolya levegőbe repült, Steve gyorsan odaugrott és elkapta. Miller összehúzta magát, és a bátyját figyelte. Gafteli feje előrebukott, a földre támasztotta kezét, és nyugodtan ráereszkedett a hasára, mint aki nagyon fáradt. Már nappali fény keretezte odakint a fákat. A kiesett hasába kandalló falának dőlve füstölgött. Steve lehangoltan szólalt meg. Maga megmentette az életemet, George, de legalábbis elejét vette egy ádáz lövöldözésnek. Azért kockáztattam, mert bizonyítékra volt szükségem, írja le a történteket, és írja alá. Meghalt. Kérdezte Miller. Igen, George. Maga ölte meg. Ezt is írja le. Fura. Magam akartam végezni leopardival, saját kezűleg, hogy amikor már a csúcsra jutott, annál nagyobbat zuhanjon. Kinyírni aztán jöjjön, aminek jönnie kell. Gaf szép, alapos munkát akart végezni. Alibivel, meg mivel? Gaf a kemény fiú, akinek semmi iskolája, aki egész életében nem volt képes egyetlen ökölcsapást kivédeni. Ő akarta ügyesen kitervelni és végrehajtani a dolgot talán ezért szerzett magának ingatlant is, mint az a Corut street bérház, ahová Jake Stojanovot vette gondnoknak. Fogalmam sincs, hogy került kapcsolatba Dolores-t hiozza szobalányával. Nincs sok jelentősége, igaz? Steve ismételte. Menjen, írja le. Maga hívta fel Leopardit női hangot imitálva, ugye? Igen, felelte Miller. Mindent leírok, Steve. Alá is írom, de kérem, engedjen el csak egy órára. Elenged, Steve. Csak egy órácskára. Nem nagy kérés egy régi baráttól, ugye, Steve? Elmosolyodott. Halovány, erőltetett, kísérteties mosoly volt. Steve leguggolt a földön fekvő nagy darab férfi mellé, és kitapintotta a nyaki ütőerét. Felpillantott, és azt mondta: Halott. Jól van, George, elmehet egy órára, ha kész a vallomásával. Miller lecsavarta egy tintás üveg tetejét, és róni kezdte a sorokat szép, szabályos könyvelő kézírásával. Steve Gray leült a kandalló elé, és cigarettára gyújtva bámulta a hamut. A pisztolyt bal kezével a térdén tartotta. Odakin már világos volt. A szobában néma csend, amelyet csak a tól sercegése tűrt meg. 9. A nap már magasan állt, mikor kilépett a házikóból, bezárta, lesétált a meredek ösvényen, és végigment a keskeny kavicsúton a kocsiához. A garázs most üres volt. A szürke szedán eltűnt. Beindította a kocsiját, elkanyarodott, maga mögött hagyott két hétvégi házzá alakított lakókocsit, aztán rátért az autóútra, és folytatta útját az emelkedőnc Restline felé. A fő utcán parkolt le, ivott egy csésze kávét a motelben, ezután egy telefonfülkébe lépett az üres előcsarnok végében. Feltárcsázta az interurbán tudakozót, megkérdezte Wolters Los Angelesi számát, majd felhívta a Shalotte klub tulajdonosát. Halló! MR Wolters lakása, mondta egy hang. Steve Graice beszél. Kapcsolja kérem, Emer, Waltest. Egy pillanat türelmét kérem. Egy kattanás, majd beleszólt egy másik hang, amely sokkal keményebb volt. Ki az? Steve Graice vagyok. MR. walters akarok beszélni. Azt hiszem, nem ismerem magát. Egy kicsit korán van. Mit óhajt? Miszt ott van? Vagy úgy? Szünet. A hekus? Értem. Tartsa a kagylót! Végre egy újabb lágy hangszólt bele. Itt volt őrsz. Hallgatom. Steve Graice vagyok. Én vagyok az. Mindent tudok, fiam. A hölgy mellesleg jól van. Azt hiszem, alszik odafönt. Mondja. A Trestline ban Az Eróhet kaptató tetején vagyok. Két férfi meggyilkolta Leopardit. Egyikük George Miller, a Carleton Hotel éjszakai portása. A másik a bátya, egy gavteli nevű volt, bokszoló. Teli meghalt, az öccse agyonlőtte. Miller megszökött, de hagyott nekem egy részletes, kézjegyével ellátott vallomást. Wolters lassan azt mondta, maga aztán gyorsan dolgozik, fiam, vagy teljesen őrült. Jobb, ha most azonnal idejön. Miért tették? Volt egy húguk. Wolters gyorsan megismételte. Volt egy húguk. Miért szökött meg az a pasas? Nem szeretném, ha valami serif vagy szenzációéhes megyei ügyész azt képzelné. Steve higgadtan félbeszakította. Nem hinném, hogy érdemes aggódnia emiatt, MR. Wolters. Én sejtem, hova ment. Steve megreggelizett a motelban minden világos, az ügy is, a nap is kisüt nem sokára. Gyengének érezte magát. Visszaült a kocsiába, és lefelé indult egy hosszú, sima lejtőn. Szám Bernandino felé rátért egy széles, kövezett főútra, amelyet magas sziklavonulat és szakadékos völgy fogott közre. Egyes helyeken az út egészen a védőrácsokkal szegélyezett szakadék peremén vezetett. Crestlinetól két mérföldre. Az út éles kanyart vett a hegy alatt. Kocsik álltak az úttesten, néhány magánautó, egy rendőrautó és egy autómentő. A fehér rács át volt szakadva, és emberek állták körül, lefelé bámulva. A 800 méternyi mélységben egy kocsi harmonikává zsugorodott maradványa feküdt a reggeli napfényben. Szürke szedán lehetett. Sőt bizonyos, hogy az volt. Történet és felolvasás vége.